Na. Bocs már. Akartam mindenképpen, hogy már csak egy feliratkozó kell a 85-höz, de... Nem. Azóta már változott a szituáció. Na nem baj, viszont ami nem változott az az, hogy Cody nem vette észre, hogy egy új emote slot feloldódott. Ja. Mert meglett a 100 feliratkozói pont. Nagyon szépen köszönjük tényleg nektek, hogy ilyen sok feliratkozásunk van az utóbbi időben. És ezt mivel is tudnánk meg hálálni, mint hogy minél előbb feltöltsük az új emote slotot. Viszont hát van több ötletünk is. Ezekről már többször is beszéltünk veletek. Szerintem már tudjátok, hogy mik vannak. Kellene ebből egy szavazás, hogy melyik legyen végül. Melyik legyen végül. Szerintem mindenki írja le, hogy ugye chatbe páran, hogy milyen emotot is szeretnétek Kövinek. És... Már nincsen hang. Azt hiszem, is sejtem. És a felsoroltakból megcsinálunk egy szavazást. Mondjuk majd Ricsi moderátorunk. És na, akkor... Ő szeret csinálni szavazást. Így van. Meg tud. És lényegében azt valósítjuk meg, amelyiket a legjobban szeretnétek. A Székláj tök király lenne, csak... Hát nem vagyunk olyan helyzetben, hogy annyi szotunk legyen, hogy... Na majd etszi. Vivi feje. Kodi haja. És berakunk egy kenyeret. Egy kiló kenyeret. Ez így van. Na, nagyon jó, mert ha átváltok, akkor játszunk. Aha. Jó. Tehát... Hát ahogy látom... KD csap késés. De az hogy lehetne? Vagy csak még egyet, egy utolsó emót, vagy mindjárt kezdünk, az mondjuk nem lenne rossz, vagy Ferry Pride, vagy David Pride, ezt még ki lehet találni, illetve a fák az már megvan. Most hirtelen nem tudom megmutatni, de nagyon jól néz ki. Egyik nézőnk csináltam, nagyon király jól néz ki. Szóval az is egy opció. A fuck, csak fák. Nekem. Kicenzúra. De én tudok már olyat kurutól. Ja, ez más. Dávid mindjárt kezd emót. Dávid utána jön 5 perc múlva emót. Na. Opa, forma 1 biztos. Itt mi a bánat történt? Na. Most nézem a streambot, hogy... Hogyan is működik? Ó, 1000-es HP van. 1000-es HP van. Nem mindegy. Visszatértünk a Forma 1-be egy kis kihagyás után, és nem is mással folytatjuk tovább, mint Magyarországgal. És feltűnt valaki kis szemfülestek, hogy Feri előtt nincsen kormány. Ez nem véletlen. Hát egy joystickkal. Egy joystickkal kell nyomnom, mert azóta nem találtam egy csavarhúzót. KD csapat ja. High. Mondjuk ez nem lenne rossz valamikünk így állva. Integet vagy valami. Brownie emot. Az. Szóval menjünk Magyarországra. Ha már hazai pályán leszünk, akkor már menjünk egy jót. Igazából... Mész egy jót, igen. Egy jó 45 perces bemelegítésre szükségünk lesz, hiszen hát mindegyeten régen is játszottunk, meg hát Feri. Igen. Hát meg hozzá kell szokni. Mentem igen. Egy pár kör, de hát az olyan is volt. Ja. Mindegy, így is meg lehet nyerni. De azért a Hungaroring azért az nem egy ismeretlen pálya. Ja, legalább, ja. Feri Asisztov, ó. Aha. Ja, tényleg be. De minek az? Végül is. Óvatosan kell bánni vele, ott. Ja, most meg ki sem tudunk lépni. Hát de el ki tudunk lépni. Kellenek asisztok? Hát... Na, a meleg gyerek. Jó, Feri, hagyj kapjon asisztot. Hogy kell akkor kilépni? Miket kérsz? Gondolom kipörgésgátló, blokkolásgátló. Bajusz, meg magától menjen. Na segédletek, most csak Ferire való tekintettel, de én ugye maradok a normális, de na várjál, belépek. Belépek. És ez ugye nem fontos, hogy ez az én segédletem. Te mit tudsz bekapcsolni? Aha. Mert ugye korlátozott a többi, szóval azokról leszedem a segítségek korlátozása. Mindent kapcsolj be, hogy tudjak állítgatni. A fékezési segédet, az biztos, nem hogy kell. Nem.
Blokkolás gátló, az bekapcsolom, kipörgés gátlót bekapcsolom. Azt majd átállítom én. Automata az nyilván kell. Boxsegéd, az nem kell, ideális ív, az meg jó. Jó. Akkor jó. Most nem tudom, hogy automatán legyek, vagy vált, csak... Lehet, hogy automata kéne, hogy ne égjek le. Jó, akkor mehetünk. Akkor go ismét. Akkor csinálj már itt egy szavazást a... Hát nem tartott sokáig újra elérni a 84-et. Kösz szépen! Várjál! Sehogy még nem félsz az ünnepést. Szóval, köszönjük szépen a Rappi 011, hogy nálunk nyomtad a Twitch Prime-adat. Köszi, köszi. Azt hiszem RP akart lenni, csak foglalt volt, hogy nem tudom. Lesz, ugye? Lehet, hogy RP. Ja, értem. Mondd, hogy nevezzünk. Vagy még nem nagyon lehetetek a chatbe, viszont remélem mindentek ezzel már fogunk többet. Köszönjük szépen tényleg a feliratkozásod, a támogatásodat, és bár csak egyetlen egy darab feliratkozás szükséges ahhoz, hogy elérjük a célunkat, kövi célunkat, a 85-öt. Rengetegen vagytok tényleg. Nem RP, Rappi. Jó. Rappi. Oké. Okay. Sorry. Rappi. Oké. Oké. És tényleg egyre közel vagyunk a 100-hoz. A 100. Úristen, tehát átlépni 3 számjegybe. Odébb kell majd húzni ezért. A 10-nél nem fogni férni. De jó, ne legyen szá, ne legyen szá. Újra meg kell csinálnom az összes izéimet. És van egy pár. Át kell mindent állítgatni. Nézd, hogy hány darab van? Abba minden. Az nagyjából olyan 20. Látod, hány darab van? Mindbe egy. Mindbe egyesével kell rátraknom, hogy ne legyen szó. Én azt mondom, megállom 99-nél, elég lesz annyi. Ja, végre vehetünk egy zsíros kenyeret. Ez így van, Feri fejét megkenjük a zsírral. Ez jó lesz. Nem, én leszek a zsír. Igen, de a kenyér is. Akkor ja, meg minek? Mikor vágtam le a hajamat? Ez el, jól áll. Anyám is ezt mondja, de én nem értek vele egyet. Hát... Én meg nem nézek rád. Na. Valamelyik nap tegnap előtt talán. Nézzük, na, hogy... Hát, júj! Kicsit kényelmesebbe nyomom. Az biztos. Hé! Hey. Jósága! Mi a szar? Ó, Feri 900 fok, minden szar. De jó. Úgy kell alá tekernem, mint a platós. Úgy kanyarog, na. Mi a nem... Feri, menj előre. Kanyarog. Az, mi a tökösöd? Nem leborult a monitor. Szerintem a force feedback egy kicsikét úgy magas. Kell kanyarodnom, hogy nyomogatom az izét. Nagyobb. Kontrollom. Nem, kis Martin, mert felét kapjuk igazából. Jó lenne, ha annyi lenne. Ja. Nem alaplapon kell állítani, Dávid, mit csinál? Nem is a táblán, tököm. Na. Az én fejem versenyzik a széklájva módtal. Vivi fejek komolyan. De most, de épp egyik sincs olyan gyakran, mint bármi más amúgy. Amúgy igen, tehát széklájva pont olyan ritkán van, mint Vivi Live, szóval. Ó, nem már. Nem gondoltam, hogy Vivit is belerakjuk. Mert hogy, oké. Egyszer majd lehet. Ha majd nagyon üzék leszünk. Ja, csak... Így egy fokkal jobb amúgy, hogy be van kapcsolva minden. A Feri Pride vagy Dave Pride, ez sokkal... Tehát le van szarva a szavazás! Vagy a fák... Éjfélig leszünk! Nézd, az egyetlen játék, amit felismert, Rollercoaster Tycoon. És az nagyon hogy játszol játék kormánnyal nem amúgy. Tudom, de remélem azóta engem már diszkvalifikáltak, mert... Hát amúgy én is remélem, nem jössz utánam szellem. Szerintem! Tényleg? Hát le. Milyen jó vagyok, vissza se lépek. Jobban megy így a játék. Na, 180 fok. Várja, nem 180 fok. Mennyi volt az? 2, 10. Ú, mennyin szoktam menni? A fák kimaradt? Ó, testvérem. Na várja, ez nem ennyin szokott lenni. Jaj, de nem jut eszembe. Valaki tudja véletlenül, hogy mennyin szoktam lenni? 2.22. Még talán arra tudok gondolni. Tényleg lehet jobb leszek így kontrollerre, mint kormánnyal, hallod? Nem kell ide kormány. 2.20, köszönöm. Oké.
Azzal játszanak a profik. Hát akkor állítsd át, Dávid. Mivel? 2-20. Ja, hát igen. Hát nem úgy többen szerintem, mert tehát, hogy a kormányban, ha megnézed, hogy meddig fordul a kormány, akkor az még azért több. 2-20. Jóságos ég! Rá se lépek a fékpedálra, mi van itt? Úristen. Hát ez nem My Summer Car. Nem. Talán a rallizásom óta nem is. Ja, Forma 1-eztünk, szóval ez fájdalmas lesz. Feri leggyorsabb kör. Mondjuk senki más nem mennék időt, de... De amúgy... Mennék időt. 1.27 az jó idő, bajusz? Mondj már valamit. Te lesz a menedzserünk, hallod? De ez még csak a felvezető köröd volt, Feri, nem? Már 3 kört lementem. Mi? Annyi idő volt, hogy betöltsön a program, Billy? Aha. Nem, második körnél tartok. Hát volt egy felvezető, egy gyors kör, meg ez. Miért csúszik meg ilyen könnyen a gumi? Én ilyen csutka gázzal szoktam itt meg... Na, azért mondom. Jó van, oké. Okay. Akkor meg csak visszahűltem. Shotgun event van San Hokon, az fasza maradjon is akkor. Jó helyen van. Játszatok csak nyugodtan. Ez így van, úristen. De honnan én szabad vagyok. Emlékeztek, hogy egyszer állítottam a Force Feedback-et Forma 1 közben? Ezt olyan hülye kimondani, hogy szabadnapos vagyok. Belegondolsz, nem is dolgozok. Hát ja, rohagy már. Ma mit live-oltál amúgy? Krút. Ó, nice. Vagy 3 órát. Nice. Csak már éhes voltam. Mmm. 1.27, az nagyon rossz. Az jó. Akkor jó. Ám most javítok magamon. Mondjuk ekkora even. 1.27.0! Hoppá! 1.22.23 a jó. Az fasza. Dávid? Én rajta vagyok, de egyelőre jó, de nem kontrollerre megyek, azt nézd oda. Hallod, ez a játék, ez azóta megváltozott, én nem tudom. Valami nyom kontrollerre, hallod. Valaki mondta Crew 2-es live alatt, miért nem játszunk egy gépen, egy kormánnyal? És akkor mondom, én nyom a gázt, te kormányzó, vagy fordítva, vagy mi? Folyamat el akarja dobni a segít, meg minden, mi van itt? Jóé. Alonso. Hogy rohadjál meg. Jó, bemegyek, állítok a autón, mert ezt már most érzem, hogy nem jó. Tapadás kell ide több. Vagy a 15 után furcsa, vagy én nem tudom. Húha, hol 15, mi mikor volt 15? Vagy mi? 16? Vagy mi? Hát 16 azon. Mi? Hát 15 a versenyen. Hát az mikor volt már fél éve? Azóta játszottunk vagy 3 izét. Pályát. Jó, de... Azok nem mondom, hogy mi voltak. Hát az nem. Itt is ment a rallyra. Amúgy nyomhatunk két versenyt, és én most rohadtul ráérek a mai nap. Dávid. Rohadtul ráérek a mai nap, mehetünk két versenyt is. Mm. Ha nagyon ráérsz. Mert én nagyon. Nagyon gyorsan vége lesz. Hát lehet. Hoppá, Alonso, mi van veled? Figyelj, hajnali 3-kor menni buliba, tesódé. Hát. Vagy befejezzük utána még krúzon, érted? Teljesen. Ja. Vagy hazamegyek aludni. És majd haza sétál. Tök jó időpontban találták ki, hogy akkor mennyek értük hajnali 2-t. Na, autóbeállítás, megnevelt a szorítóerő. Hát, ha így. Ha nem engedsz el, kilöklek. Vagy, én nem tudom. Mondjuk lehet a Subaru fékéhez azóta hozzászoktam meg a szacomá. Feri! Ő jött nekem. Ne szerezzél büntetéseket! Beszorult valami kerékhez, hogy mi a szar? Igaz is lehet. Mi a tököm? Nem akar kanyarodni! Már letört a fél szárnyat. De ennyire? Nagy lábújjal kell nyomni a gáz. Nagy lábújjal. Hát ez szar. Mint egy spongyabok talált. Most kelti Dominik? Az igen. Aludtál egyet a live-om után? Nice. Na már elpocsékoltál 18 percnyi watch time-ot, Dominik. Észre gondolkozzál.
Lehet, hogy külső nézetbe fogok menni, hallod? Szavazási lehetőségek közül egyik se jó. Vagy kéne egy olyan emote, hogy, hogy... Lehet írni nyugodtan. Hogy KD csapat crash, és akkor egy ilyen Subaru, amiből kihullik a dugattyú. Persze, mindegy ekkora képbe. Vagy egy törött dugó. Vagy hajtókar. Meg amúgy, ja, amúgy Subarus is készült. Na várjatok, mindjárt megmutatom. Kettő emote is készült itt szemben. Júj! Ja, túl pörgetem a motort, itt azért csúszik ki alattam a szekér. Ezt előbb kell elváltani. Viszont két másodpercet javítok magamon. Azért csak jobb már attól. Ja, 20, oké, okay, jó. Ide hozzad a Nintendo joystickot? Megjött a pizza emót. Megjött a kaja. És egy kép, hogy így Feri áll fel a székből. Mindjárt jövök. És aláírni, hogy kaja. Az még nem is az. Húha, nem nagyon érzem a kanyarokat még. Toto csár a szobor, úgy csár, vuttututututu, így csár, vuttututututu, vuttututu emót. Na! Mi az? Igen! Sok látszódna abba a kis nézetbe. Búbánat a kilencedik. Mondjuk még fel se raktam a jó gumiszettemet. Autozóni mód? Tényleg autózón új videó. Folyamatosan hullik le valami. Hogy megyek. Az nem gáz. Is értem miért. Egy szivas is leesik. Az első komment, csak úgy belenéztem a kommentekbe az órás videó alatt, és az első komment, amit megláttam, az az volt, hogy na végre egy hasznos és jó videó. Amúgy igen. Köszönöm szépen. Hát rendesen... Megmelengedte a szívemet, hogy végre nem azt mondják, hogy te büdös gyökér. Meg nem első, meg hatodik, meg századik. Hát ez még csak hagyjány, de... De amúgy ja. Azért csak engem hülyéztek a komment részlegben. Vagy csak nem nézte végig. Hetedik. Azt a mocskos szájba tekert. Lehet, hogy vissza kéne raknom a közepes autó beállításra. Gluten free emote. Valaki írta, hogy visszajöhetnétek YouTube-ra. Hát bakker, ott is vagyunk. Amúgy, tehát hogy... Három csatorna videónk alatt, hogy gyertek. Három csatornával YouTube-on. Vagyunk YouTube-on, tesó. Nem hát elég. Nem elég. Meg egész nap live-olunk. Hát felkötöm magam. Hát ha akkor ne legyek szépen. Ideges. Sikánna óvatosan kell, mert utána hozzá is lehet verni ahhoz a falhoz. Hát nem tudom, nagyon érzem a kiagyást. Hát ez az új. Ennél több kell? Jó, hát akkor kevesebb live lesz ennyi. Fuck! Híí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 
Félre nyeltél, hogy mi a szar? Rosbergje majdnem mind a ketten tokálkár. Ütöttük egymást. Mondom, hogy kéne egy Feri tokálmót. Csak egy ilyen gyűrött bőrréteg. Három vonal, és ennyi. Ja, hullámos három vonal, az kész. Saniz, várjál már. Saniz. Sainz. Menjetek már! Gyors körön vagyok, gyerekek! Hogy a csatkai Szűz Mária áldjon meg titeket. 3, 2, 1. Komolyan mondom. De meg nyomd innen magad buton. Kuplungot akartam kinyomni, mondom egy kicsit. Jaj, túráztatom a jaj, várjál, itt nincs olyan. Menjél már! Ez még csak szabad edzés amúgy. Az ennyi. Az anyádat már! Jó, úgyis elkaptak a gumik. Na, álltok egy pillanatot. Megmutatom, hogy milyen kettő. Hogy Feri üvölt emót, kajak. És ilyen vörös fejjel. Ja, az mondjuk jó. Az jó. A Viberön van egy olyan jó emote erre az üvöltésre, ami hasonló kellene. De jó. Még mindig őt hoztoljuk? Ja. Ó, Dávid, viszik be a szellemedet. Pillanat. Hú, csak kitől kaptuk. Ajjajjaj. És Mikó. Tök jó zár amúgy ez a szar kulacs. Milyen kormányunk van? gaming. Ja, gaming. Akkor azért mondta, hogy ez kerüljön be. Na. Fuck. Ilyen lett az egyik. Zoomolj rá, vagy valami. Jó. És abból kéne még az eleje. És akkor össze lehetne rakni. Amúgy? Nem olyan? Szóval nem ja, hogy ez csak egy. Tovább lehet rajzolni. Tehát itt van a fák, ez az, ami nekem kifejezetten tetszett. Na, ez nekem nagyon bejön a stílusa. Tehát ugye fuck helyett sokszor szoktam azt mondani, hogy fák. És ez annak így jó lenne. Illetve kaptunk egy ilyen Subaru-sat. Feri leönti magát emót. Egyébként ez is most tök is jól néz ki. És amúgy a Kodi, amit mond, az nem is érség, hogy lehetne ennek egy másik fele, és akkor össze lehetne rakni a kettőt. Ja. Tök jó. Love level English. Ez ilyen... Subarusnak teljesen jó. Igen, autósnak. Ja. Nekem bejön a stílusa. Megint szarra öntöttem magam amúgy. Tudjuk, hogy tudunk letölteni Light beállításokat. Green. De jó. Az fasza. Akkor letöltöm a kupát is a netről. Hoztak kolyókra. Kupát? Hát jó. Milyen kupát? Nem megnyerem a kupát, hanem azt is letöltöm, mint a beállításokat. Kurunak van már ön? Akkor ne. Akkor micsoda? Olyan, hogy az eleje is, eleje meg a hátulja, tudod, a BMW. Ja. Hát, de másnak is van ilyen. Például nekünk lesz. Ja. Szerintes. És akkor jó. Más is majd fogja mondani, hogy már van a KD-nek. Ja. De nekik is lesz. Ja. Nagyon jó zárása van, Bajusz. Annyira. De rácsavarom a kupakot és jön ki belőle a víz. De a kupakban nincs víz, de onnan jön. Hát főfele nem folyik. Érted? Én ezt nem értem. Tökön Pepco. Vegyél bele egy gumigyűrűt. Jó, mondjuk... Láttam 5000 és kulacsot, ez meg pont 500 volt, úgyhogy... Lehet, hogy az már... Nem is értem, hogy miért 5000 más. Van benne egy gumigyűrű. Vagy egy befőttes gumi. Inkább az. Ott rohadjon meg legalább lehűs. Lehűtöm magam. Lehűsítem. Kicsit átszellemülök. Nyugodtan, van még 20 perc, vagy mennyi van még? Nem is látom. Mert azért... Nem viszem túl jól az autót. Jaj.
Ja, majd mindenkit kopizunk, hallod? Nem keresztbe kéne menni mondjuk. Nem lenne rossz kezdésnek. Mintha gumizódna a pálya. Senki nem jön Magyarországra versenyezni a Hungaroringre, azért volt ilyen szar a pálya, még az elején nem volt felgumizva. Hoppá! Feri, mi van veled? 25! Rohadjatok meg! Én is Red Bullom, hát mivel egy csapatban vagyunk. Pusztulj már innen, massza, hát nem hiszlek el, gyors köröm vagyok. Azt a telibe vert. De most gyors köröm vagy, vagy éppen csak a anyukádnak jöttél integetni, vagy mi a szar csinálsz a pályán, menjél már. Mindkettő. Komolyan. Jobban megy joystickkal, ja. Amúgy tényleg. Főleg, hogy vannak izé segítségek. De hát mondjuk ide kell, hát... Még a gáz sem tudom úgy adagolni, mint lábban, meg kanyarodni se lehet. Akadozva csak így, de nyomkodva. Úgyhogy ide, áh. Ó, dús, izé manyag, ez előbb is eszembe jutott volna. Hülkenberg! Hogy hűlnél ki, menj innen! És oda, oda az időm. Ezt nem hiszem el. Mentem egy jó kört, és azóta csak egyre rosszabb vagyok. Hát mi a tök? Imót. Ó, ez a dús üzemanyagfogyasztás, nem rozzolok. De... Megvan Dávidnak a 17, nekem is, én is megvettem. Muszáj volt, le volt árazva. A pukultér az csúszik. Hát bajusz majd live-ba nyomjuk Dáviddal, úgyhogy azon kívül időm sincs játszani. Igen. Új, de szar volt. De elcsesztem az időmet, pedig nem volt rossz az nem gégettem, a Steamen volt leárazva, ami 12 euró. 13. Ma mínuszba vagyok. Csapd ki a mód.
csúszkál alatt a szekér. Jó vagyunk kemény keveréken. De hogy is szokatlan. De ugye érdekes versenyen már nem szokott alattam csúszkálni a szekér keményen. Ennyire. Lehet, hogy ennyire begumizódik. Addigra. Ennyit számít a tapadásba. Hát. Hamarosan vége a streamnek hajnali 3-kor imótól. Mi nem YouTube? Fuck! Ja, beolvasodon a... igen. Ez itt a Twitch. Hát egy... egy ilyen... még egy utolsó, vagy... úcsó, és így a háttérbe így... így halványan a fejemezem. Mosolygok, vagy nem tudom. Na még egyet. Éjfélig maradunk. Mindjárt esni fog az eső, bakke. Azt mondta, hogy 5 perc. És ráadásul, de jó. Hát akkor azért csúszkál így, mint a... mert esni fog, jön a front, azt érzi, vagy mi? Feri, te buzeráns, hát kül a pálya. Fűteni kéne. Alulról, betont. Padlófűtés. Felszedik az egész pályát. Képzeld, de meséték, van olyan pálya valahol, tudja a franc, hogy hol, ahol van valami rendszer, ami a rázókkövön keresztül ilyen vizet locsol a pályára, és vizes lesz az egész. És így nem tudom, hogy mire jó az, amikor süt a nap, és akkor vizes pályán kell menni, de van ilyen. Azóta se jöttem rá. Elocsolják az összes vizet, nézd meg, azt utána mibe úsznak majd a halak a tengerbe, komolyan? Szemetek ezek. Tök jó kezdem, hozok egy csomót magamon, utána még elcseszem a végét, érted? Dávid süketem ott. Hogy ignore. Egy Bonhammer forestes baltával. Az a jó nagyja. De az a hammer, az kalapács. De csak simán van. Mi baltával banolunk, nem hammerrel. Vagy egy hammer, tudod. Kajak Bonhammer. Megy a Bonhammer. Hova? És így, hát és hozzá, így, te köcsög! És így megy a hammer az úton, érted? Persze mozgói mód. Adom. Tapadjál már! Cheer módba lehetne, ott van mozgó. És így hát menne az úton. Ilyen bokor így elmenne mellettem. És ki fog cheert küldeni. Már senki. Csak egy perc van szabad edzésből, Feri, most kezdtük el. Kajak! Nem mondod, hogy mi van? Én észre vettem. De 30-on volt akkor. Akkor az 30-on volt, nem állítottad, tehát 45-re. De jó, mivel Feri, 40 perce megy a live. Majdnem elfolyt a magzatvizem, úgy megijedtem, hát... de még ki se jött... lesz még idő... lesz még időmérő, Dávid. De jó. 3 is. Mondjuk 3. helyet megfutottam a legszarabb gumival, szóval én már büszkő magamra. Oké. Ó, Móni.
Most már lehet, hogy nem fog leégni a motor, Dávid. Mert magától vált, ugye. De jó, lifehack. Ilyen kéne az Opelba is. Ja, úgy hívják, hogy automatomáltó, jó van. A francia pálya olyan. Ja, biztos. Ja igen, mert most jött be idén a francia pálya. 250 plusz vonalvezetési variáció van. Ja igen, a francia pályán. Mi a szar? Annyi fele el lehet vinni a pályát, szerinted? Jó, mondjuk hát azért, hogyha... Ez matematika felé. Ez kombináció vagy variáció, hogyha... vagy valami. Soha nem tudtam, hogy melyik. Ez olyan, mint a... A tudod, amikor felkiáltó jelet írsz oda, vagy mi a tököm a... Te hova mész? Remélem most kidiszkvalifikáltak még a versenyről is, mert a bot bement százzal a izébe, box utcába. Mert... Magától elindult. Takarodj! Feri meghal 3-2-1. Hát ez szomorú. Faktoriális, hogy mi a az. Szar, tudod te, hogy egy kanyar, tudom. És akkor az 28-on megvariálod, tehát annyira azért nem. Érted? Rosberg az anyád picsáját! De mire itt park körül csinálok neked egy olyan 250 pluszos pályát? Alonso, öt rajthely, rohadjál meg! Na várjál! Ó, Rosberget kéne megölni, Feri! Jó, rajta leszek! Helyes! Meg ha jól tudom, Fettel lesz a másik. Akár még KD dobogó? Na, Gyönyör máskor vonat. Is joystickkal jövök, nem kérdez itt kormány. Easy. Írtam feljebbi mód. Kajak. És egy nyíl fölfele. Kajak. Vagy valamelyikünk néz fel és így mutat. Piros nyíl fölfele. De kajak, amikor tudod, írtam feljebb. Fentebb görgetsz, írtam feljebb. Még fent, még írtam feljebb. Csak piros nyílekat látnál. Kb. Na. Szuper lágy. Fent. Anyád! Szerintem jó lesz ez a... Mi volt ott izé? Szerintem jó lesz ez a... autóbeállítás. Ú, le kéne majd venni vízé. Az úgy mondtad, hogy a kútra kéne kimenni. Ú, Mari, ki kéne menni vízé a kútra, more. Jó, megyek egy első évet, aztán bejövök. Elkezditek a karriert, tudtok saját rajtszámot, meg saját arcot csinálni, saját sisakot. Na, amúgy most már lehet tegelni, szóval elméletileg. Micsoda? Ez a probléma megvan oldva. Mi van megoldva? Okay. Jó, ide tapad, mennyivel szebb így a pálya. Szivatósoknak megy a ban örökre. Jön a Bannhummer. Hát igen, mert a botok is néha megjelölnek, és akkor érted, hogy nem nézel oda. Ha megszoktuk. Sikán, ez nagyon gáz. Ha kékkel jelölne, még lehet, hogy el is olvasnám. Vagy ha nem jelölnének. Én egyenesíteni, de... Tudjuk, hogy kettő különböző izéről beszélünk. Mert nem hall. Nem hall. Mert mit mondod? Úristen, te erre emlékszel, nem valahat. Hogy én ilyet mondtam. Már én is emlékszek. Amúgy lehet, Vivi. Ja, hát igen. Hát csak ha valami fontos, akkor tegeljünk már. Érted? Mert ha mindenki tegelne, akkor ugyanott lennénk, mintha nem tegelne senki. Akkor mondom, mi a poén? Hopp, azt nagyon levágtam. Lehet, hogy jön egy kis bünti.
Szóljatok már rám, hogy nézem maga azért OBS-be a nézőszámot, mert nem írja ki nálam. Írja, csak nem látom, hogy hol van. Hol is ti? Tényleg mindenki tegeljen. 1.24.4. Not bad at all. Na cool, lemegyek. Bemegyek a boxba, na. Mi a téma? 1.24.5. Nekem még 4. Aha. LOL. Nice. Az asszisztok. Hát. Hát amúgy mondom, amikor mentem egy izé, egy quick matchet, quick mast, akkor mint disznó jégen, nehézség nélkül. Azóta nem csúsztam ki, amióta van izé. Segéd. Sokkal könnyebb. Hát így igen. Sokkal. Bajusz azt mondja, hogy így profi. Hát igen. Nem nehéz. Hát úgy annyira nem. De így legalább nem szitkozódsz, amikor neki mész a falnak. Mert... De ugyanúgy szitkozódsz. Nem, vagy igen, de... Ja. Csak ritkábban mész neki a falnak. Menj innen, te Sanyi! Azért a pedálon pont úgy tartani a lábad azt, hogy nem dobd el az autót. Az más. Hozok vizet a kútról. Várj már, Dávid, most még gyors kört. Meg is ütlek. Mi 23-7! Hát én bemegyek a boxba, szavaztok. Összeverjelek. Kis gyerek. Mindjárt jövök vissza. Nem ezen a gumi rajtolok, ugye? Az majd Q2-be dőlem. Fasza. Hát ez nice. Egy GG Feri emót kéne. Hát ez fasza. Legalább nem leszek utolsó. Jó van már. Srácok. Figyeljetek. Visszajön Dávid. Írjatok valamit a chatbe és mindenki tegeljen be minket. Jó? Most, ne, most az egyszer nem banolunk, csak Dávid kedvéért. Jó? Majd ha visszaért. Bármit írjatok. Csak köszönjetek egyet, vagy valami. Remem, malemen. Jó, majd ha visszajött. Ó, köszi Plazma. Köszi. Ja, és mindenki Dávidhoz szóljon, igen. Vagy Dávid, ha... Vagy csak köszönjetek neki, vagy valami. Oké? Okay? Semmit nem fog elolvasni. Az biztos. Na hát ez egy jó kör volt. Jó kör volt. Jön. Mit ettem ebédre? Izét. Vettünk valami másféle májkrémet és azt tettem kiflivel. De jó volt. Mit keresik ki? Ne is mond. Mi? Kifli. Witch Prime! Hallottál valami csatornát? Nem. Milyen csatornát? Mit csináltál? Csak összedőlt a... Csak összedőlt a mosatlan hegy. Mi a szar? Történik. Anyám! Feri, rohadj meg! Ó, most Dávid! Működik a tegelés, most már látok mindent, ami fontos. Most már elolvasunk mindenkit, srácok. Ó, anyám. Mondom, tehát ha mindenki most megjelölne, akkor ugyanaz lenne, mint ha senki nem jelölne meg.
Na, ilyen színes se volt még a chat. Nem. Hírna, arcod már lesz rám. Ilyen szép színes mindjárt. Megérdemled, nem figyelsz soha. Még mit nem láttam meg? Nem tudom. Jaj. Már kuplungoztam volna a izé, a váltásnak, mi a szar. Jó srácok, elég lesz. Jó. Köszön. És már szekvenciál a vált. Mi a tököm, a megborult szivar végig. Mi van a székkel? Ne sárga zászlózzá. Itt minden tökéletes nálunk. Elolvasd az összes fontos üzit. Igen. Most oda kell vernem Ferinek szobmárint. Amúgy tudod mi kell? Á, mondjuk ez most nem, ez utána mondod utána, á, hagyjuk. Kéne egy olyan emót, hogy teamwork. Mondjuk itt tudom én egy ilyen ökölpocs így a háttérbe, és akkor így elég hír vagy teamwork, így valami érted. Aha. Végül. Mondjuk olyan soha nem történik, de... De néha azért. Jó azért van. Néha. Hát mint a Szék Live. Csak miért? Amikor most ketten vagyunk és én elmegyek, akkor nem lehet széklál, mert te itt vagy, tehát... Full multikóp-ba vagyunk. Multikóp. Nézd, mit írtam. Hol? Várjál meg, most... Hello van. Nem látjuk, mert mindenkit látunk. Na most hagyjad a Na most már elég. Ezt nem bocsájtom meg Ferinek, hogy előttem van. Hé, most miért fogod rám? Honnan tudod, hogy én voltam? Reggel 8, ja azt hittem, hogy 8 óra van, de annyi van hátra. 8 perc. Jaj, fel akarom azért a sárga. Valami mászik a lábamon! Ne hozd ide! Ott szóra van átra. Hát. Nincs semmi kaja. Köszi gaming, ezek te rajzolod amúgy? Nem király. Szabad tudni, hogy mibe? Vagy hogy? Nem tudsz, hogy rajzolod, mert tudni rá. Feri, hogy süsselek ki, mi a szar, milyen kört mentél? Nem tudom, de jó volt. Pedig még előznöm is kellett, rohadjon meg. Nem baj, legalább ott lesz menj a dobogó. Menj már előlem. K dobogó. K dobogó. Pix. Pixel Art Ornator. Ó, hogy erjem. És akkor vannak ilyen kis kockák, és akkor azokat kell be beszínezni. Be az ajtót magam után. Két másodpercre vagy köcsög. Kettő. Ez sok, de hülye. Tized, század, ezred. És hogyha... De jó, hogy előttem konvojoztok, ti szarhá... Mocsok. Jól vagyok. Button. Majdnem megnyomtam hátulról a buttont. Ne,
Ne beszéljünk kajáról, srácok, mert mindjárt az a szaladok. Egy adag májkrémet. Itt meg a kis pálmafácska. Pálmafa. Kérlek, hagyj menjek már egy jobb időt, mint Feri. Menj innen. Out of fuel, hogy az a megveszekedett. Már nem lesz időd izére. Nem. Most esik le. Gruzsian! Mi volt az a nem? Not good, not good. Közücsi. Mi volt a baj? Feri, te győztél, bemegyek a boxba. Nem adta ki, mi? Á, szerintem nem. Nem banulhat, szerintem nem. Hát most Dávid végigvitt, én most. Én még hülyébb lennék hozzá. Előbb-utól érnek így, mint a sánta kutyát. Olyan közel voltam a halálhoz. Mennyire? Már láttad? Kezet fogtál vele? Lepergett a szemem előtt minden. Hogy nem tört ki a kerekem? Igen, tudjuk, Tomi. Kivert a víz. Várdába szakad az eső? Mille is mondta, hogy Győrbe szakad. Amúgy ja. Eső sem. Mondjuk ma itt is szakadt ma. Hát szakadt, esett. Majd ránézek Tomin, de csak utána. Na feltankoltunk, még van egy kis időnk leverni. Csirke érkezett! Már pont nincs idő gyors körre amúgy. Ja, ha most jössz, akkor még talán van. Lesz idő. Hát még egyre lesz. Jön elém a kis édes! A kis édes pofa! Júj, de dobálja a gumit a boxba. Nézd meg az előző csírem, Dávid! Mi? Várjál, erről már rekéstünk. Ami meg lesz. Júj, milyen aranyos, hogy elenged engem! Csak hogy én éppen kerültem őt és félreállt az ideális ívről. Itt ezt kell nagyon durván levágni, ezt a kanyart. Nem, nézd ide. Húha, tudod mi lesz itt a baj? No. Mész előttem majd, és feltámad bennünk a versenyszellem. Elkezdjük egymást csesztetni, és kiesünk mind a kettő az első két helyről a rágba. És a két magyar hazamegy. Nem lakunk messze, mondjuk. Nem. Innen. 60 perc kocsival. Forma 1-es autó még kevesebb. Azzal megyünk autópályán. Na menjünk egy jobbat, mint Feri. Dávid, még ott a Q2, azért nem kell itt végeskedni. Meg Q1. Just 30 seconds left in the session. De amúgy én szerintem lágya a fogok rajtolni. Bajusz? Ha lágya a rajtolok, lágya megyek egy izért. Egy gyors kört. Szar kezdés, nincs kezdés. Azzal kezdek, és akkor mit tudom én kiállok még egy lágyra, az úgy mennyire? Vagy hogy gondolod? Gyere nyugodtan, szerintem a én üzémre. Kettes csatornára. De szokott lenni teamwork! Így van.
Rip. Úgyhogy Vivi. Mennyi mindenről lemarad? Rip. Na, mi nice. Elkurtad. Ja, meg a gumi, hogy ja. Hát annyira nem durva, de... Csinkely érkezett. Nem zsírulj. Az igazi Red Bullnál volt ilyen, hogy kiütötték egymást, mert egymásra versenyeztek. Igen, 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 igen. Igen, valamire emlékszek. Nice! Q1 és KD1-2. Na, ennyi. Teamwork. Na, legyen meg az a dobogó 1-2 is, Ferikém. Random narkó. Jaj, hello Adam. Milyen random narkóra gondolsz? Az pont a fejemen jelent meg a narkó, vagy mi? Vagy pont így ásított egyet, ja. És bekaptad. Lágy és utána egy médium, az valószínűleg kibírja. Oké, okay. Médiumon még amíg rohadtul nem mentem, de... Ez így van, Vivi. Na mi van, nem megyünk? Nekem még van másfél perc, hallod? Nekem még van egy perc. Hát de Ferizé! Csirke érkezett! Van neki segítsége. Ja. Megjelent, ja, hát azokat kell gyűjteni, Ádám. Ja. Minél több narkot gyűjtesz, annál több lesz a pontot. Ja. Az a coin. Ez amúgy már így van egy... Amióta itt hát, streamelünk, ja. Szóval még azóta nem találkoztál vele? Mondjuk lehet, hogy mindig Telóról nézel, és még csak most jött be, hogy Telón is meg. Én még Telón nem láttam egyszer sem. Azt hiszem most már ott is. Most igen, már. Most már csak kontrollerre még, hogy elsők legyünk. David is úgy induljon. Lágy és utána médium, azt írta Bajusz, hogy úgy induljon. Mert az elvileg jó lesz. Most volt ide. Csirke érkezett. Mennyi idő van még? 20 másodperc, hogy minek? Mi a szar? Aha. Ha még... Narkor rá... Megnyomtam az X-et véletlen, és most kivisznek. Hát megyek még egy kört, érted? Ó, Feri. De ez meg most jön ki a boxot. Igen, Ádám, ha rányomsz, akkor... Én nem tudom. Köszi. Hát én megyek tovább. Nice! Azért eléggé hasonló időt futottunk szerintem. Ez úgy meglett. Jó. Csirke érkezett. Csír. Mindig Telon vagy, de most gépen. Ja, hát gépen ott az biztos, hogy bejön. Akkor Telon még mindig nem jön be. De rá kell nyomni a jön. Na, Q2-ben vagyunk, ahol azzal a gumival fogsz rajtolni. Főcsapjuk a lágyat. Amelyikkel itt megcsinálod a leggyorsabb kört, tehát kimegyünk a pályára, viszünk egy gyors kört, visszajönjünk a boxba, és lógatjuk az már. Ujjunkat ki az autóval. Ezt nem mondta senki, hogy Q2-ben is ugyanaz a set van, mint ebbe. Ó, Feri, mióta játszunk a játékkal? Én azt hittem, hogy jó van, na, én meg itt nyomtam neki, mint a szar. Hát akkor ez rip. Hát akkor... Feri, már az első versenyen felfedeztük ezt. Jó, de én az úgy váltani. Voltam, hogy... hogy mi... Téd a világ? Fettel? Jó, akkor mint anyja. Szeretlek, szuper meg minden legyen. Szép piros autód van, de takarodó van előlem, mert megeszlek. Én már megszoktam, hogy eddigre kiesek. Kodő még nem is volt Q2-ben. Hát amúgy tényleg. Az jó. Na, amúgy már volt egyszer, kétszer emlékszem. Kéne egy Forma 1-es autó, ami épp széttörik. Emót. Hát valami rip az kellene. Milyen rip? Hát ja, meg GG is, meg ilyenek. Ja. Egy ilyen kéztartás és GG. Csak hogy ne legyen VR copy. Oda izére az izmára. Bicójára. Kérlek, Fettel. Köszönöm. Ripre mit lehetne? Milyen ripe mód lehetne? Lip. Mi legyen a rip mellett az illusztráció? Mi illusztrál minket a legjobban rip téren? Reptéren. Egy dino, ahogy kihal éppen. Vagy a sárkány. Hallod? Nem hall.
Egy döglött sárkány. Feri. Mi jellemez minket legjobban Riptére, ne Feri. De úgy tényleg. Két köcsög, ahogy összetörik. Egy szomorú Feri. Tényleg, egy szomorú Feri. Csábeten. Buton. Megjöttem. 1-23-4. Na. Holli. Na várj, neked mennyi volt? Nem tudom. Akkor jön. Nem pont ennyi, nem? Na, egy kör felé, és most bemegyünk szépen boxba. Szépen lassan figyeljünk a... Takarodj innen, Raikkonen! Lerobban, bubu. Ja, az eleje meg... Két külön emót, a hátulja, amit már megrajzolt, a izé, és egy, az eleje, ahol föl van nyitva a motorházat, és épp belenéz valami. Így füstöl, ja. Hú! Fantasztik, azt mondja! Azt mondja, fantasztik! Jó. Pedig azt hittem, hogy szar lesz. Amúgy kigyorsításnál te tövig nyomod a gáz? Aha. Ó, hogy rohadj meg! Nem hittem volna, hogy ilyen könnyű joystickkal játszani az asszisztára. Hát így... én sem. De ez meglepő. Tehát egy ja, konkrétan... a rip az legyen, hogy szomorú a fejem. Én szomorúan nézek. Azt írták. Hát jó. Hozok egy kis gumit a pálya széléről. Jó, gumisz fel a pályát. Nem, a kereket, hogy ne kopjon le annyit. Visszaszedem a izét, a lekopást. Teljesen jó. Vagy... amúgy az is lehetne. Hogyha van... hogyha van... ki van válaszva az imót, akkor lehetne... mi a szar... kirakni Discordra egy ilyen pályázatot, hogy... hogy vagy ötlettel, vagy megvalósítással, hogy kinek mi jut eszébe, érted, hogy mondjuk kell egy lépés, akkor lehet írni, vagy küldeni, akár csak vázlatot, akár tervet, akár kéz dolgot, és akkor valamit összehozunk ebből az egészből. Kaja futárkocsi lerobba. Hát az tényleg nagy rip. Hát az az lenne. Na! És van egy kis időnk, hogy beszélgessünk a pályáról a Feri. Van egy kis ropid? Nincs. Szóval... taktika. Hát Hungaroringen vagyunk. Ismerem. Szerintem egészen ismerős a pálya mindenkinek. Ha jól verseny látom, elején akkor... esni fog, de jó, kösz. Esni fog a verseny elején. Hát ott egy csepp. Úristen. Visszaszedem a lekopást. Szóval... hogy innen bal oldalról rajtolunk, és az első kanyar, hát az egy nagyon jó kanyar, tehát egészen ott van egy százan elférnénk amúgy. Fel. Hát amúgy tágas. De egy jó nagy sebességgel érkezünk oda, és azért lehet baj, és főleg, hogy ha jól tudom, az első az egy külső íven van. De neki valahogy onnan kell így bevinni külső ívre, és utána a... hát ott van egy törés, de... Fél, hogy fedezzük egymást. Belülről, meg kívülről, és nem lehet egy... nem engedjük el őket. Ne férjenek el. Abban az erős balosban lehet igazából... megfogjuk egymás kezét. Az elsőnek belső éven, hogyha...
az első körben után egy kicsikét rosszul sülne el a dolog. Jó. Átveszik az irányítást a pályán. Viszont attól függetlenül, hát... A célegyenes végén egy határozott satúfék. Utána pedig vigyázz kell, mert azt gondolnád, hogy egy ilyen erősebb visszafordító. Mert elkezdesz itt tökéletesen kanyarodni, de utána meg lesz benne egy ilyen kiegyenesítés. Így fölfelé ráadásul DRS zónával. És általában még a rázóköven is vagy, szóval ott aztán vége mindenek, ott nagyon óvatosan kell menni. De egy hosszabb rész, az a balos, hát... Ja, bocs, bajusz. Mindjárt nézem. Az a balos... Az annyira nem gáz, csak meg kell találni benne a megfelelő ritmust. És azért valami jó sebességgel kell belőle kiérkezni, mert utána pedig ugye jön ez a hosszabb hátsó egyenes. Amiben ugye a kanyar, az a kis törés, az nem fékezős. Uh-huh. Tehát ezt a padlóval kell végigvinni. Utána jön ez a felső kanyar. Hát én most putogatom, de annyira nem látják. Nincs egér. Tehát a törős kanyar után egyenesnek a végén, ott van egy kis balos törés. Na hát ott 7-esből szoktam, esetleg 8-esből szoktam 5-ösbe visszapöccinteni, és ott az nagyon így le lehet vágni. Aha. És le is kell, és olyan tempóval, olyan lendülettel lehet így rajta átvenni, mint az állat, csak figyelni kell a büntire. Utána pedig ott még azért tempóba is tudsz maradni, tudsz autózni egy kis tempót, és utána jön a jobbos visszafordító, a sikán előtti, az egy eléggé gázkanyar, nem tudom, úgy nehéz megtalálni az ívet, meg melyik a sikán? A sikán előtt, ahol most megy a kis pöcs. Ja, aha. Ott nehéz megtalálni úgy szerintem az ívet, meg a minden. Igen, ott néha vagy lecsúszok, vagy nagyon bent megyek a belső ívbe, valami mindig. Elindul egy íven, utána ez is elkezd egy kicsikét kiengedni, aha. Utána ott még van benne egy törés, utána meg jön a sikán, hát a sikán. Eye-tracker, hogy Dávid mutogassa kanyarokat, így van. Ez így van. A sikán nekem nagyon nem. Hát az érdekes, amúgy olyan izé van a szélén, rámész, az majdnem főborúsz. Nagyon meg tudod dobni. Valami nagyon... le kell vágni, így egyenesen, de az meg rohadt nehéz, mert úgy még nagyon élesen kell kanyarodnod, nagyon vissza kell fékezni. Meg úgy ott dobál, mert hát ugye direkt azért van ott, hogy ne vág le. Mármint nem, hát ja. Tehát ugye a kettő között kellene így levágni, egyenesen, csak az meg tényleg nagyon körülményes, szóval azt úgy ahogy sikerül. Főleg, amikor jönnek levenni. Még mások is. Ja, utána van egy, ott a sikámból egy 4-esbe szoktam kijönni, és utána... Én nem tudom, én csak fékezek egy kicsit. Kigyorsítok. Nekem mondhatod. Jaj, te automatával is vagy, jól van? Utána 4-esben elmegyek egészen szabályzásig, addig a kanyarig, és utána csak visszaveszem, az 4-esbe be, utána megint gáz, megint vissza, azt is 4-esbe be, utána ott már felrakom talán 5-ösbe, 6-ösbe abba az íjbe, az eléggé tempós, gyors, és utána jön az a jobbos, ami ilyen... Hát nem nagyon látod a végét, meg... Mindig lassabban megyek bele, mint kellene, aztán meg utána belemegyek gyorsabban, és az a baj, szóval nem tudom... Ott ki lehet csúszni, amúgy nagyon könnyű. Nagyon nehezik az ívek. Ott viszont ott nagyon nagy a bukótér. Tehát, hogy bőven belemehetsz meg olyan tempóval, hogy egy kicsikét túlmész a bukótérbe, ott semmi baj nincsen ezzel. Utána jön ott az egy jobbos. Na, ott az egy olyan kanyar, az a jobbos. Ahol most mennek. Igen, ahol most mennek ott alul. Hogy ha közel vagy, akkor be tudsz fékezni a belső ívre. Uh-huh. De az nagyon közel kell. Most nézem, ha pöt gyorsan megy, akkor nagyobb, hogyha fékez, akkor meg kicsi néz. Most az alsó nagyobb, mint a másik, mert ő fékezett, be van a toboxban. Nézd, de az is pici most. WTF? Na mindegy, igen. Mikre nincs időm amúgy? Tehát, ha befékezed, akkor beférhetsz. Utána jött egy visszafordító, amit ott meg mindig gyorsabban megyek, mint kellene, nem tudom miért. És utána jön a célegyenes ráfordító. Na, az jó, azt szeretem. Azt befordítom azért a kormányt, és így végig megyek. Kb. Ez úgy szokott lenni. Az jó. Ott, ami nem jó, az, hogy a botok, mert ez jó, csak körülményes, hogy a botok egy kicsikét lassabban mennek, mint amennyire indokolt lenne. Mm-hmm. És ezért az egy jó előzési pont lehet, viszont nem nagyon annak kellene az előzési pontnak lennie. Hát jó. Mert egy eléggé gázos kanyar. Ha belső éven bemész, akkor ott van a box utca fala. Igen, nem jó. Fettelt egyszer ott bebújtam neki belül, és szerencsére kihúzódott. Aha.
Hát majdnem elkaszáltam a falat, szóval arra ott nagyon kell vigyázni, mert közelebb meg amikor belemész és kezdődik a fal, hogyha kicsit mondjuk igen, meglöknek, vagy valami, puf, így nekimész szemből. Igen. Az is gázos lehet. Utána meg a rázókúja. Általában a rázókúra érkezek, és az nem túl jó, mert annak körülményes ugye kigyorsítani. Ja. Úgyhogy próbálkozok kisebb gázzal dolgozni. Ó, eddig nem is volt ilyenünk. Szóval, ja, most nem csak követők, mi? Nem tudom. Jó, az úgy. Nem tudom, hogy miért, de ez egy nehéz pálya egyébként. Valamiért, valamiért. Azt írja az is, hogy nehéz a játék. És nem tudom nagyon, de hogy miért. Tehát, hogy ugyanúgy kanyarok vannak rajta, érted? Ballos sok kanyar, gyors kanyar van benne amúgy, nem? Mert az is gyors, az is... Hát egy Silverstone-on hátsó. Azért... Hát jó, az igen. Ez vannak gyorsabb pályák. Ez nem tudom, ilyen... Hát van benne minden. De mégis minden. Ebben minden van, az biztos. Furcsa. Tényleg. Nagyon... Nagyon nehéz eltalálni. Olyan, mint egy vasaló amúgy, vagy nem is tudom. Nem, ott a talpa. Célegyenes. Vagy egy jobb égkaparó. Vagy szánkó. A Mikulás szánkója. Ha így kanyar. Nézed. És ez a sapkája a jobb felső kanyar. És erre megy így lefele. Na várjál, most hogy a tökénbe nézzük? Hát így. Ja igen, úgy. És akkor úgy húzzák a rénszarvasokat felülről. És akkor egy ilyen dobozba ül. Igen. És akkor az a sapkája, ami úgy hátra. Igen. Ez kajak az. Vagy egy bevásárlókocsi, vagy nem is tudom. Mondjuk az nem lánctalpas. Szánkos. Mondjuk a szánkos. Hát jó. Hát ezt is megfejtettük. Jó. Ahogy látom azért a szokásos egy másodpercet csesszük rájuk. Ja. Ahogyan az kell, vagy többet. Azt hiszem, hogy ebből nem lesz túl nagy probléma. Mehetünk felőlem amúgy... Írt a Bajusz egyébként, hogy szuperlágy, médium és megint szuperlágy. Így kéne menni. Elvileg. Nem tudom, lehet. Vagy szuperlágy és médium végig? Mert ugye van médium. Nem tudom, hogy hogy akarja majd. A második szektorban voltam csak jobb, mint te. És az a... Hol? Az a sikános szerintem. Hú, ezt mondjuk azt nem néztük, az érdekes. Ez mind a köridő. Uha. Köszi. Ja, hát... Ja. Na, majd a kövőben megnézzük egy kicsikét, hogy a szektorok azok hogyan alakultak. Mindenkinek külön tudom nézni a... Jöhet a Q3. Csata a pole pozícióért. Hűha, jót itt... kell mennem. Tudod mit? Igen. Játszunk olyat, hogy aki most előrébb lesz Q3-ba, aki az első helyről rajtol, azé az első hely, addig a pontig, amíg a másik nem hibázik. Tehát, hogyha te leszel az első helyen, én a második helyen, akkor ha te mész versenytempót, és én is megyek versenytempót, és ha csak nem vagy végtelenül lassú, akkor nem csatázok veled, hanem követlek. Aha. Biztonságos távolságban. Ugyanez fordítva. Ha kicsúszol, akkor nyilván megelőzlek, ha eldurran a gumi, nyilván megelőzlek, ha valamiért nagyon visszalassulsz, amit gondoljuk, hogy nem lesz, akkor visszaelőzlek, illetve megelőzlek. De ezt szerintem dönts kell most, ne ott. Hogy kinyerjen. Ja. Dönts kell most. És utána ne ott legyen a harc. Mert ezzel szétcsesz. Hát nekem kéne pont. Nekem is, mert én meg közben a világbajnokságra megyek. Én meg az utolsó helyért köztök. Úgyhogy most jó lenne egy 25 pont, hogy mennyi. Győzöd a Jobbik. Jó. Üsd meg Ferit kanyarba. Vazeg. Dani, mert már velem is voltam úgy.
másnál. Lejtettem, vagy mi megfogtam, így rátenyerelek a telefonra, tudod? És akkor mindent elnyomok, ami létezik. Nesi, várod barátnőd, érted, így félpucíron az ágyba, hozd a kaját, így bejön az anyukája. Szép lehet ott. És akkor, jó lesz. Na nézzük a gyors körtet. Egy 23-2. Yes! Á, ez nekem most szar lesz. Gyere, Feri! Fos szar. Fos. Mi a téma? Sem, mondom fos. Milyen gombos teló? Ja, csak mondta Dani, hogy elnyomott valamit a telón, azt majdnem izé unfollow volt minket. Iha. Mondtam, hogy nekem is volt már, amikor lejtem, tudod, így hirtelen elkapom, ja. Azt mindent is elnyomok. Azt a rohadt életben ez, de egy szar kanyar volt, te fos. Ó, ne már! Pedig már megint három szeget hoztam magamon, és... Hogy tudják a Forma 1-es pilóták folyamatosan ugyanazt a nagyon durván jó köridőt hozni, jó? Nyilván náluk is van valami kilengés, de hát... Úristen! Nem is koncentrálhatnak nagyon. Aha! Hogy a szarba! És rontottam ennyit, amikor ugyanúgy jövök, mint az előbb. Igen. Ez mi? Ez nem, hát ilyen nincsen.
Jó. Mi? Baszki! Elég szépen levágtam ezt a kanyar, de nem adott semmit, rohadjon el a bíró. Így van időmérő. Persze, kémbír forinttal is lehet ugyanúgy. Olyankor a kártyád átváltja az aktuális árfolyam alapján a dolgot. Talán csak nem te leszel a 98... vagy mi? 85-dik? Puszilnám a pozidat. Hú, Kane, már milyen régen itt van velünk. Dávid, menj már innen a rákba. Dúsom volt. Kifújom a nózit. Hozd már kaját. Valahonnan. Akkor menjek a boltba is. Ugor már pékségbe. Most még mondod. Miért nincs kis zsepé? Volt ott fönt. Nem? Elfújtok. Jó, akkor jó. Feri, mivel játszik? Számítógéppel. Kontrollerrel. Autosjáték a számítógéppel. Kajak! That's nice! Igyekezzetek már! Aha, na most végeztem. Jó az. Láttam. Szuperlágy és két lágy. Meglátjuk. Hát vagy szuperlágy és egy médium, az kész. Érted? Amúgy ki ez a félig megivott víz? Itt a monitorom mögött? Mi? Mert azóta nem jöttem rá amúgy, még nem vettem róla DNS mintát. Szuper és két lágy, ez olyan nagy baromság, mint a húzat. Már ezt nem te írtad? Az a víz ki jött a monitorom mögött? Mert én nem ittam olyat, az is biztos. Azt szerintem mi? Fel kell őket. Ha azt mondja az enyém, és hogy azóta nem borította ki, melyik és a fejére borítom. Ja nem, amúgy üres. Hát a drága vizet még kiborítsam, Móni, legközelebb hát még veszed. Berakjuk fagyóba, lesz az jó hideg, hát nem izé. Meg üveg. Abból még tudod mennyi ideig inna egy afrikai kisgyerek? Nem is tudna, vizet nincs, látod? És te meg itten nem értékeled, megenné kenyérrel. Az üveget? Igen. Ó, hallod, megállt bennem a bűtő, mert... hogy pont annyit fogsz rám verni. Kiöntjük, azt majd öntesz bele friss tiszta vizet. Kell ilyen üveg megjelölő genyó. Ja, azt múltkor mondta, hogy látott. Filc. Nem, ilyen kis nyakkörvet kell ráhúzni a pohárra. Nyakkörvet? És akkor az különböző sétát, azt is lehet meg mindenki. Ilyenek. Na. Jöhet a verseny. És mi van, hogyha nem veszel semmit, csak egy filcet és ráírod a neved? Mert amúgy nincsen 28 filc ott a izé. Hát azért mondom. Látod, venni se kell.
Hát de ha nem iszol belőle, akkor nem lesz büdös az üveg. Rágjalak meg, csak akkor, hogyha iszol belőle, de abból még meg se ittad a vizet. Majd, hogy jössz, megiszod. Főleg, ha nem mosod a pofád. Ez így van, ahogy Feri mondja. Már, jaj, már nem Vivinek mondom, hanem neki. Hallod, ez egyre rosszabb, hát mi a szar, minek? Kopik ez a fos. Hát, Feri. Jó, ha elrontom, akkor jöhetsz, meg hogyha gyorsabb vagy, akkor jöhetsz. De... Fos! Akkor maradjunk annyi. Családi hogy... titkok. Hát, de amúgy... Mutko, hol megfutott ott és a kettőt, nem mindegy. Hát de a, nem büdő, a víz az nem. A szá, hát a szája. A szájtól, nyáltól büdös egyikben. Mondjuk ezen nem érzem, pedig ebbe iszok fél. Add ide, hagyd szagoljam meg, nem hiszem el. A, nem az Feri, ja. Nem a tiédet. Ú, de meleg. Nincs ennek semmi baja. És mindjárt megfulladt. Olyan bűn. Beleszívhatottam. Kiszívta belőle a levegő. Semmi baja. Egy pár bubival kevesebb van benne. Semmi baja. Semmi. Mondom én, a szádtól lesz. Olyan a nyál belerakódik. Ne is beszéljünk róla. Szóval. Időmérőnek vége. Q3 eredményei. Dávid 23-2. Hallod az Kodi 23-4. És hát mögöttünk a legközelebbi ifjú Lewis Hamilton, aki 1.24-jel jött, szóval eléggé szar. Nico Rosberget, ha meglátod, akkor üsd el Fettelt is, és akkor jó lesz. Oké. Okay. És akkor jó lesz. Opa! Nem én voltam. Finoman! Rád morgott most a ventilátor. Most már taknyos is. Na, jöhet a verseny. Jöhet. Lehúzom én már várom. A csetet. Hogy tudjak koncentrálni. És akkor menjünk, lássuk milyen lesz az időjárás, milyen lesz a verseny. Feri, csináljuk meg! Csináljuk. KD1-2 dobogó a teamworkem először ja. Magyarországon. Először. A reklám után folytunk. Majdnem mondtam valamit. Hát ez a nyári időjárás, ez ilyen? Változó, tudod, változó. Mikor esik az eső. Jó, Feri. Én vagyok külső éven, mint ahogy mondtam. Első kanyarba... Nincs komoly. Az aztán versenystratégia. De ahogy eláll az eső, azt se tudjuk majd mi a tökön van, érted? Hát igen. Milyen gumit kell felrakni, meg mikor? Ó, anyám, és a végére már 7 ágra fog sütni a nap. Na mindegy. De fel fog száradni a pálya. Oké. Okay. Maradok ennél. Külső íven vagyok. Én valahogy szépen egy külső ívről el fogok menni. Te meg jössz belsőbe, oké? Okay? És tartom, hogy nem menjünk be. Bemegyünk így egymás mellé, utána jön majd a balos, én elmegyek belsőn, beállsz mögém és dám. Oké. Okay. Nem úgy fordulunk, hogy te külsőn én belül, és akkor így egymás mellett. Hát most először így, utána pedig következő kanyarba így. Ja jó, akkor előre engedlek. Okay. Ezt így teszteljük le most. Hogy? Így hát fejbe. Állunk így. És akkor így elképzeljük magunkat. Nem annyira, nem annyira. Nem. Tehát, hogy most felvezetőkör van, mi egy éleset rajtolunk. Ja jó. És majd utána beállom felvezetőre. Annyit látok, hogy okay. Jó, hogy elhúzunk előlük. Gyerünk Feri! Jó, várj, már hanyas, hány izén menjek? 3 vagy 2? Te mind vagy? 2. Egyik ilyen. Erre rakok, mert nem lesz elég. Úgy fog csúszni, mint disznó. Bakker! Jó, még csak felvezető. Jó, de gyere, leteszteljük a izét. Rajtot. Jövök, itt fog jönni így belsőn, ha... Sikerül elrajtolnom. Okay. Ma most, ja. Jújjújjújjújj. Jó, én itt tartom neked a belső kiengedem, kiengedem, kiérkezek ide, ez mellé, innen kigyorsítok. Ez itt szerintem pont jó. És eljövünk. Hát már itt beállsz majd mögém igazából. Ujjjjj,
Jaj, nem láttam az esőt, hogy mi hol vagy. Jó, vissza felvezető tempóra. Melegítsd a kerek... Ja. Ne gyere belém, kérlek. És még itt is 70 fokos a izé, érted a gumi? Hát ja. Hogy a tökbe? Fékezek itt nagyokat. Eső nem hűti? Kézifék nincs ebben a szarban. Nincsen még bekoptatva. Szóval... Na srácok. Modik, chat a tiétek. Mert lehet, most hogy, talán lehet, hogy végig megyek. Feri lehet, hogy végig megy. És lehet, hogy nem lesz Feri time. Úgy a második körtől. Akkor cserél az intert, ha kiírja, hogy DRS engedélyezve. Aha. De Davénak nem mondta. Jó. Csapattársuk vagyunk, nem ellenségek. Csak majd nem megyünk ki egyszerre, de úgyis fog neki írni a boxba. Hallgatni ja. Kell rá. De mondjuk, ja, amikor DRS van, akkor már nem biztos ugye a pálya, mert akkor nem lehet. Ja. Van bönne valami. Hát én nem tudom, akármennyire izélem. Hoppá, de megy keresztbe, odafigyelj! Kajak végig úgy. Hú! Nagy visszhangzott, nyitva van az ajtó. Ez szerintem egész. Még lement a fürdőig, meg vissza. És még át szomszéd, és körbenézett. És még ők is megjöttek, és ő hangjuk is átjött. Jaj, pisilnöm kell. De jó, nem onnan jöttél. Nem, vizet öntöttem, és attól még jobban. Hát esik az eső. Az is igaz. Na majd, ha kiállsz boxba, gyorsan szaladt. Kádi 1-2 rajtrás, nem is tudom, volt-e már ilyen történetben. Szerintem nem. Nekem Zepi ismeretlen tesz. Ez, Dávid, hátra akarok menni. Nem tetszik itt. Gyertek, Máti, utolsó senki olyan házi. Annyira epik, hogy végig első kettő helyen levezetjük ezt a 48 kört. Nagyon izgalmas lesz. Utána az utolsó körben neki megyünk egy lekövezett versenyzőnek, és vége. Igen. Kuplungod ki? Nálam elindultál, de... Előznek. Melletted van Hamilton. Oké, megyek külsőre. Kilöktek. Nekem jött valamelyik buzi hátulról. Nagyon nagy a torlódás. Jó, hogy visszaelőztem mindenkit. Jó. Biztonsági autópályán. Vissza kell, hogy elő... Sorolj be a biztonsági autó mögé, ne lép túl. De jó, hogy csökkensd a sebességet, hogy tartsd a referenciai időt. Ja, azt hiszem nem szabad jobb időt menned, mint nem tudom. Oké, én lassan megyek. 9. vagyok, Dávid, idáig kellett visszaengednem őket. Hamilton, buzuljál meg, mit csinálsz? Referenciai idő. Ja, hogy tartani kell a referenciai időt, vagy mi? Oké. Faszom. Hanyadik vagy? 9. Jó, nem baj. De még nem is volt sárga zászló, és már vissza kell, hogy jöjjön. Hát mert valószínűleg más ment neki másnak, és akkor... És rendesen beálltod a box kiárathoz a izé safety card. De amúgy ez nem rossz, mert hogyha bennmarad legalább egy pár kört, akkor szépen... A safety car mögött akár már elállhat az eső. Hát... Úgy látod, mint ami el akar állni. Mi történt amúgy? Én nem, szerintem nem miattam volt. Mert nekem belém jöttek hátulról, így végigcsúsztam a pályán. És akkor többen is... Tehát megpördültem félig. Akkor többen is csattantak ott melletted? Azt nem láttam. Jó. Azt tudom, ki jött nekem. Megverik. De utána meg mondom, álltak egy helybe, és el akartam menni mindenki mellett, és akkor ott sárgazáztam. Úgyhogy szerintem ott még valami volt. Valami volt. Ilyenkor mindig megyünk egy kört, ugye? Tehát nem az van, hogy a pálya közepén elenged minket a safety car. Jaja. Na, besorolok a safety car mögé. Hallod, mi az anyádat csinálsz, Hamilton, lerúglak? Rakd a izét, a fogyasztást le!
Igaz. Ennyit lehet spórolni. Maradj Hamilton mögött. Leelőzött vagy mi? Leelőzött safety car mögött, basszus. Persze neki lehet, meg gondolom, izé, protekció, érted? Na jó, takarodj már. Ez most mi volt? Hát őt jobban szeretik itt a magyarban, mint... Na jó van. Na jó van. Kap majd ezért még. Jössz te még az én utcámba? Eddig is volt safety car, vagy csak nem láttam leghátul. Roll. Hát most értük utol a safety car. Túl lassú voltál. Lassú? Meg azt a segge... De persze már, mi? Lassú, addig meg a... referenciaidőt, ne lépjem túl. Ugyanúgy mentem. Több mindenre kell figyelni, mint verseny alatt, hallod? Szarházi. Vagy bármi alatt. Amúgy esőbe se rossz amúgy. Így se csúszik. Előzd vissza. Nem lehet, megbüntetnek. Mindegy. Majd vissza lesz előzve. Miért? Neked is villogott ott valami fölül? Rajtot jól elkaphatod majd. Mikor azért megy ki ez a szerencsés? Nem tudjuk. Az első nem leszel belőle, de... Nem. Nem baj, lesz valami csata legalább. Nem akarok unatkozni amúgy se. Hát... Én nem tudom, te hogy bírod ott elől. Sok popcornal. Van? Lesz. Full of the car! Achievement unlocked! Ja nem, teljesítmény állapot. Oh. Hogy menjek 10 kört safety car mögött, achievement. Nekem 5. 5 per 10. Ja, mondjuk együtt. Igen. Na, még menjünk már egy 5 kört, achievement megéri. Amúgy, de amúgy mi van itt a pályán? Tehát, hogy nincs már semmi. Van ott valami felé, van ott valami. Amúgy olyan jó lenne, ha ilyenkor ott lenne az autó, mondjuk... Szednék ki. Első kör... Legalább csak maradjon ott. Ja, érted? Csak álljon ott, ugye. Nem kell, hogy oda így jöjjön. Mozgassa a darut. Csak legyen ott az autó, a törmelék. Ne tűnjön el egyből. Hogyha utána még a következő körre oda teleportál egy autó, ami emeli, még az is jobb, mint a semmi. 17-ben már nincsen komolyabb safety car. Vagy 18-ban nem lesz. Ez a legjobb rész az egészek, hogy psz, baleset volt, azt nézed, hogy mely büdös gyökér borult fel. És csak röhögsz rajta, még ha a csapattársad is. Kösz, Feri. Igaz, barát. Jó, ide vissza vannak külve a gumik. Húha. Erről elrajtolni finom lenne. Nekem 70-ről 65, nem tudom, hogy mennyi. Mennyire sok, kevés. Hát, Ricsi, kaptál egy kár. 91 fokos a blokk. Még Subaruba is melegebb. Mérted? Mindig. Aha, lassan izél. Szárad a pálya, azt mondja. Tényleg. Látom. Zúg az eső, ugyanúgy érted. Azt mondta, lassan el fog állni. Na, helyes. Ja, a rázókövet ne nagyon használjuk, mert csúszik amúgy, ja. Hát, most minden biztos csúszik, de mondjuk, ja. Van benne valami. Mi hűtővíz alert, tesó? 91 fokos a blokk. Akkor hogy lehet hát, hűtővíz alert? Ne, írhattok bármit verseny közben, úgyse fogja halni Dávid, ha én felolvasom. Az így van. Ki lehet beszélni ott? Baszki! Hallod, átlátszó lettem. Most már nem. Most előzve mindenkit. Amúgy szárad az ideális. 4 kör a safety car 2016-ban. Hát pont 4 kört mentünk már. A kövő majd legkésőbb jön. Kezd száradni az ideális. Nálad? Aha. Én nem látom. Ez nézd, már úgy
tehát hogy ott kint, ahol nem megyünk, ott azért mennyivel... Hát ott üdösebb. Jobban áll. Jó, nem mondom, hogy száraz, csak úgy más. Megérzed, ha nem ész róla. Nem jut eszembe, mit beszéljünk. Mi? Hogy izzad Dávid képernyője? Miért azt olvastam, Nesi, hogy Dávid pélója? Kimegy ebben a körben, de jó, hogy most szólsz, figyelj oda a gumidra meg ezekre. Hát, tesó, most már hogy melegítsem? Úristen, nagyon hideg. Jó, vissza versenytempóban. Már lehet menni? Ja, mindjárt. Seggébe kell maradni. Haladjál már. Hogy figyeld már, hogy vonatoznak. Jó. Jujjujjujjujj. Igen, szárad. Leggyorsabb kör, mi a szar? Mi történt vele? Megelőztem hármat, kettőt, mennyit? Kettőt. Hamilton. Még félreállhatsz előlem. Van rá lehetőséged. Menjétek már, ne fékezgessetek, bakker! Vissza a benzint, Feri, vissza a benzint. Visszaraktam már. Persze szorítsák itt a szar. Jobb éven voltam, köcsög! Mögötte vagyok és leggyorsabb kör. Na mi van? Elállt az eső. Hát ez gyors volt. Hát ez gyors. Vagy neked kell először bemenni a boxba mögül, nem érted? Mert ha én bemegyek előtted és te is utána jössz, az nagyon gáz. Aha. Vagy én megyek be előbb, utána pedig te egy körrel később. Hát lényegében mindegyik esetben valamelyikünk később. Tök mindegy. Mikor kéne kimenni? Nem tudom. Később. De valami nagyon a csúszkál össze. Nekem is kezd. Lassan majd ki kell majd innen menni. Megfigyeld őket. Ha azt látod, hogy előled kimennek, akkor menj te is. Utána. Jó. Csak nem intert raknak vissza. Mondjuk. Majd szól a csapat, hát nem tudom. Van időt hátra nézni? Van. Hello, Feri, mi a szar? Jövök. Mi a szar? Mint a talajvíz. Oké. Okay, 9-dikről hát... 2 kör alatt. Hát Feri, ABS-szel meg izébe kipörgetgátlóval esőbe. Hát ezek szerintem... olyan lassúak, mint egy tök. Szerintem jobbat mész, mint a Real Forma 1-be.
Most még mindig itt ülök, érted? Nem Forma 1 ezek. Hát. Nem, hogy hívnának, érted? Hát. Egy elásott kincs vagy. Már csak ki kéne ásni. Lapát nélkül. Mert kincset lapáttal ássák el? Nem. Hanem véletlenül nem tudnak kiásni semmivel, sajnos. De miért mész keresztbe? Hát mert csúszik azért, DRS engedélyezve. Akkor menj, kimenjen. Nem tudom. Én nekem mindegy. Kinek mondtak-e kimenni? Én menjünk egyszerre, na! Én még nem úgy érzem, hogy... Hogy készen vagyok egy kiállásra. Következő gumi Inter. Hát... DRS online, az bemondta. Kimegyek. Jó, mondj Feri, keményet rak fel szerintem. Lágyra gondoltam. Az a baj, az még túlságosan csúszik a hideg pályán. Keményet, akkor majd a végén rakjak lágyat. Ja. Na, mondjuk engem most hívott, szóval mehetsz. Engem is. Szavaztok. Jó, megyek a kövibe. Hol tudok állítani a gumit? Hú! Gyorsan izé. Pisi kaki. Jön ki mindenki. Most mondta, hogy kell az új gumi. De gyorsan megvolt. Mindenki jön ki. Majd mondd, hogy majd nézzük, hogy ők mit kapnak, illetve hogy neked hogy megy a kemény. Médiumot hoztak, Hamilton legalábbis. Aha, jó. Hozzam én is a médiumot. Becuppantanám az útra lágyat, de hát mondjuk egészen gyorsan szárad a pálya. Még van, aki maradt egy körre, úgy mint te. Hát jó, mondjuk ketten vannak, szóval valakinek kell. Hülye vagy már megint, Feri. Hatodik helyre jöttem vissza, hallod? Igen. Hogy megy a kemény? Tökéletes. Igen. Pedig nem is gyakoroltam vele, csak lágyon. Már előzöm is. Ilyen még Interre megy. Szerencse csomag. És sokkal lassabb, mint te. Nem mitjük kanyart, hogy csinálsz? Tapad kanyarba fogja, az aha, csak ha beleakad, akkor nem tapad. Akkor lehet, hogy felrakom az szuperlágyat. Amit gondolsz. Lehet, hogy hülye vagyok, de lesz rajdisz. Mert nagyon száraznak érződik a pályás. Fettel meg masszit Interre keménykednek, érted? Slangyi eső volt nagyon. Hát azért nem álltam volna ki. Na nézzük, milyen a szuperlágy. A csapattársad a boxban. Hallod, úgy felszáradt, mintha lesöpörték volna. Lehet, meg fogom bánni. De nézzük meg. Nem tudom, elé, de jövök-e vagy mögéd. Mögém. Na, már itt vagyok. Jó. Ezt nem tudom, hogy hogy. Hát már mint a mondjuk talajvíz. Mondjuk igen. Ja. Jó, jövök. Gyere, Dávid, fogjuk meg egymás kezét, úgy nyomjuk. Maradt. Hát ez nagyon tapad, úristen. Mondom. Mintha nem is esett volna az eső. De komolyan. Miért nem áll meg a víz a füvön, meg ilyenek? Jobban csúszna, rámegyünk. Azért erre figyelhetnének igazán. Srácok, ezt fotózzátok le, vagy nem tudom. Feri első helyen. Cody, I have a dream. Na, most én kijöttem. Szuperlágyon. Kövinek felrakom a lágyat, utána pedig még egy szuperlágyat. Mert még kettő kiállásom van. Tégy úgy. Az úgy jó lehet? Biztos. Vagy ha felrakok ezután egy keményet, akkor lehet, hogy... Lehet, hogy kibírja. Lehet, hogy kibírja. Hát én is úgy akartam menni. Még akkor inkább egy lágyat kellett volna a szuperlágyért. Hát ha nem cseszed szét annyira a médiumot, akkor... Kell majdnem. Egy instant csapatfőnök, bajusz? Szerintem ez a lágy, szuperlágy. Témet. A tökömet azt! Ez mehet. Még jó, hogy nem engem izélbe. Feri, itt vagyok mögött, egy gyorsabb vagyok a szuper lágyakkal. Okay,
Jó, tehát hogy ilyen esetben fel lehet rakni a szuperlágyat, most már ezt fogjuk. Mert amúgy, mintha a csutka száraz lenne pálya, máskor meg még másfél éven keresztül száraz. Igen. Szerintem azért, mert előtte nem heavy rain volt, hanem light rain. Sokkal gyorsabban fel lehet szárad. Oké, szerintem beállok meg érve, nem tudom. Hát mondjuk nem kellene a gumimaim, jaj, jaj. Vonatozzunk. Állj be, te meg el. Mindegy ki hol van, így is úgy is jó lesz, hogyha így maradunk. Tököm repülő. Nem itt van Feri hegy, te hülye, hova szállsz még le? Meg nem is erről kell jönni, te bánat. Le akarsz szállni itt a hegyekbe. Lehet nem is ide jön, érted, de Feri mi... el... átirányítja. Más irányba. Kurva igazítja. Ennyire jössz fel, vagy tartod magad, vagy itt mi vagyok. Van? Itt vagyok. Jövök fel. Ó, rohagyj meg a külső ívet. Ha DRS-t kapok, akkor majd engedjen. Még most nincs. Maybe next time. Hát igen, Feri. Köszönöm. Jó, hát médiumon vagyok. De azért jó voltál. Ja. Aztán meg majd én leszek lassabb, hogyha cserélni kell, mert ezt kapik, mint a bűn. Hoppá! Kis port vertem a pályára. Kösz. Jól esett. Szívesen. Ó, Feri, mit csinálsz? Hát no. Ezt itt sokkal... Hát a piros volt a nyíl. Hát igen. Ja, úgy veszed be? Aha. Ja, jó, hát nem pirosba, de... Hát, jó. Hát jó más a szuperlágyja. Ja. Ne vékezz túl hirtelen túl nagyot. Húha. Megkentem azt az ívet! Vannak íveid néha. Jó, hát ez a fossa. DRS megkaptam. Nagy az ív! Nekem is. Megyek DRS-sel. Benne fékezz. Jó, hogy elengedsz. Aha. Azt hittem, hogy izé... fejbe ezt így érzed. Hát, majdnem meghaltunk. Azt hittem, hogy működik az izénk a... Mi az, amikor fejbe olvasom? Telepátia. Telepátia. 8 év után? Hát nem. Hát nem. Ezt így kell bevenni. Azt tudom, bajusz, tudom. Ó, baszki! Jövök utánad. Majdnem így. Engem 17. körre hívnak téged. Hol írja? Még nem néz. 26! De mindig akartja, amikor hát, amikor hívott. Hát mész szarni is előbb mész, mint amikor érzed, vagy mi? Hát amikor... érted, amikor hívna. Hány kört bír ki a lágy? Ez itt a kérdés. Még attól függ, hogy megyek, de hát... Hát úgy, na, úgy rúgva. Ahogy kell. 16. Ha? Jó, most számolni kéne. Aha. Azzal még akár végig is mennék. Hát egy keményet, ha felrakok, azzal végig megyek lazába. Médiumot, Dávid, azt mondja. Rakjam fel, azt csak. Hát mert akkor, ha most itten lágyozok meg ilyenek... Médium az mennyit bír? Mi? Médium mennyit bír, kérdezem. Ja. Azt hiszem, hogy jó sokat. 20. 25 szerintem biztos. Kb. Aha. Az a vég viszont. Elég lesz az. Akkor ez így easy.
Akkor te meg a végére felrakod majd a szuperlágyat. Mm-hmm. Én meg fordítva, tehát akkor majd cserélünk. Jaj. Rocky lágyat, kibírja. A lágya? Hát ha jó vezetek, akkor kibírja. De nem úgy van, hogy kell egy másik izét is felrakni? Nem ugyanazt? Mondjuk volt már egy Inter. Ja, de hát a sárgát rakom fel. Ja? És azt is akarja. Ja jó, oké. Akkor az végüszi. Kire? Hogy állunk ezzel? 32. Ha visszaveszek egy kicsikét tempóból. Mármint hát kevésbé gyallom. Akkor ezzel el tudom vinni akár még 20. körig is. És ha akkor felrakom, akkor easy way. Szoktál kanyar közbe fékezni? Vagy mindig előbb lefékez, és utána inkább gyorsítasz benne? Nem, általában a kanyarban már vagy gurulok, vagy gyászolok. Aha. Amikor túl gyorsan megyek bele, azt még nyomom fékezek. Hát jó, hát ha nagyon gáz, akkor belefékezek, de az hiba. Aha. Ú, tényleg srácok, holnap izé autót tesztelünk ismét. Jövő héten videó. Úgy meg azért is föl kéne már venni a hangot. Mert van még egy autós vidi. Ja. Ami lesz. Maradj lágyan, azt mondták most a Team Rádióban. Jaj, nem raktam fel a búzómérőt, de jó, ugye. Tosi, honnan tudod? Hogy ki mondta ezt, hogy ki vagy te? Ki vagy te? Kicsoda. Valaki írta. Hát már hány szó mondtuk, Feri? Ja. Te is mondtad, én is mondtam. Ja. Ha? De most nem mondtam. Akkor nem voltam. Legalább te figyelsz. De mondtad először, szerintem. Akkor jó. Látod, valami. Ő legalább figyel. Feri, ezt köszönöm tényleg. Azt hittem, hogy még nem mondtuk azért. Már meg is unták azóta. Annyiszor mondtuk. Ott annyi benzin nem lesz. Ez így van, Nesi. Én mondtam, akkor jó. Négy kör pluszba vagyok benzinnel. Én is, mert annyit izértünk a safety car mögött. Annyit behoztunk. Nice. Még ti eleve több benzinnel jöttél, mint én. É, igen. Nem baj. Majd szétrugom ezeket az abroncsokat, nem sokára. Hú, hát ez egy 18. körben már... Össze kell szorítani a farpofát. Ha tovább akarom attól vinni. Egészen jó jössz azzal a keménnyel. Uh-huh. Ám mondjuk egyre lassabb vagyok, mert van vagy 30%-on a gumi. Már. Aha. Hát tolom neki rendesen. Minek azt nem tudom. De hát ha már van, most akkor... Most értek be a célegyenesből többiek, Feri. Kajak. Nagyjából. Ja tényleg, te látod, én nem. Há, még csak ott tartanak. Azt a mocsok. Jó. Elszámoltam. Kíváncsi vagyok, hogy majd amikor én leszek a végén a kopott keménnyel, te meg bejössz a izébe, szuperlágya. Az nem lesz jó. Hát szerintem lágyat rakok fel én is. Vagy mennyit bír a szuperlágy? Hú, mikor mentünk 15-öt? Boxba? Mikor mentünk boxba? Nem tudom. 11. körbe talán. Ó, szart. Volt ez 11. Szerintem volt. Hát, hogyha 5 kört mentünk safety car mögött, még szerintem 5-öt esett az eső. Hát nem tudom.
Annyit. Amennyit nem tudom. Megyek vele. Pit window is open, azt mondtam. Nekem nem. De ebben még van bőven. 15 másodpercre van mögöttem a harmadik, érted? Aha. 15. Jó, akkor mondjuk az a tizedik körbe jöttem ki, hát 8 kört elbírsz vele. 8 kör. 8-10 kör. Aha. A szuper ládja? Aha. Uha. Attól függ, mennyire kened. 75%-nál menjen ki boxba, Dávid. Na, olyasmi lesz majd. Hú, de... a bal első nagyon kopik, neked is? Aha. Sok balos, hosszú. Aha. Gyors. Rohadjon meg, aki kitalálta. Úgy tényleg max kiállunk megint, hát úgyse elsők leszünk. Jó, azért már még egyszer nem állnék ki. Az én sem. Már körözök. De jó. Jól mennek. Szeretem. Most a magyarok megmutatják, hogy... Én most figyelek a gumikkal. Mi a három igaz, Dús benzint kap most. A három magyar igazság. Köszönjük, hogy ketten vagyunk. Hol körözünk? Ja, már nem hol. Hát akkor lehet beszélni, Dávid. Kifele. Húha. Kezd el fogyni a gumi. Push. Tudom én. Mi? Don't say anything, vagy mi? Shut the fuck up! Mond neki. Egy vagy két kör van még benne. Okay, distance to teammate, 4.3 seconds. Utolsó kör, Dávid! Nagyon utolsó, azt mondja. Defekt lesz! Magusszen. Akkor a dolga. Várja. Jó. Szóltam. Igen? Nagyon utolsó kör, azt mondják. Most menj ki. Defekt lesz. Nem lesz. Jó. És dur defekt. Ízni kell a gumikba. Nekem, srácok, bajusz, 50%-on van a... Csak azért, mert mondtátok, hogy defekt lesz. Még B1 kört. Én még bírok egy-két kört. Szerintem. Ezzel már be fogok menni. Jaj. Nem, még egy kört. Jó, nem. Azt hittem. A köszödik meg lett. Két-három kör, oké. Mit raksz fel? Köszöntem, hello. Ideg gumi. One stop. Hülye vagy.
Oké, bajusz. Lettem. Harmadik helyen vagyok. Hamilton, hogy... De hiányoztál. Friss gumikkal jövök. Na még egy kör is bemegyek. Lágyat rakok fel. Oké, lágyat rakok. Ó, köménnyel meg megy. Nem tudom, mi volt az év, mi is kérdezzétek. Késő vajon? Hallod, a 34. körbe akar kihozni. Ez hülye. Hát menj ki, hogyha azt mondja. Hát... Szegény nem tudja szerintem hány körös. Rámerek kettőt. Bajusz, ha most kimegyek lágyér. Most már mindegy. Nagyon spórolok pedig, mert... Megyek még egyet. 13 kört. Ezzel le kell vinnem. Nem rakok médiumot, lágyat rakok. Élsz, te is lágyan? Még nem. De azt, jaj. Huszadikat körözöm. Most ugye mögötted vagyok. Aha. Hamilton? Megettem. De ennék most én is valami. Keményen van szóval. Az easy. Megeszed kiflivel. Adom a kiflit. Ericsson! Örülnék, hogyha nem lenné meleg. Társad a box utcában. Te akkor ugyanazon a szetten leszünk, csak te jobban fogod bírni a végéig. Jó. Kérdés, vajon eléd vagy mögéd jövök? Elém. Most fordulok be. Szavasz felé. Hello. Téged meg ki akar hozni? Nem. Nekem valamit nagyon elszámoltak a testvérek. Hamilton mögé jöttem ki pont. És most harcolni fog Palmerral. Úgyhogy lesz időm előzni. Palmer? Vagy Ericsson. Ja. Ja. Nézd! Szárny. Menj már innen! Eltört a szárnyam, fasza. Mennyire? Sárga csak. Azzal végig tudod vinni.
De jó. Esetleg. Hát nem szeretnék kiállni. Ez elég érik lenne. Rohadjon ketté a feje. A szárnynak. Mindenkinek. A szárnynak a fele az már. Bement Hamilton. Ja, lol. Ó, amit tényleg mondhattam volna, hogy neki még van egy kiállás és nem kell megelőznöd. Ja, akkor jó. Az nem jutott eszembe, gondoltam ügyes fiú vagy. Hát, ja, nézte a front. Ügyesen belementél. Ügyesen, igen. Jó, hát ez a végigviszed azért, nem olyan szar, nem? Annyira nem vészes. Hát hozzá. Hát most már tartom, most már nem engedek be senkit magam elé. Hatörik, ha szakad. Az borul. Az innen... Az vagy törik, kirepül. Vagy szakad. Az igen. Még kapnék egy áthajtásos. Na. Igen, amúgy utána kellett volna mennem, lehet, hogy az lett volna a tax. Bugzom megelőző? Nem, de legalább ugyanott leszünk, csak szárnya. Mondjuk akkor jönnek a többiek, hát... Ja, menni Hamilton után. Igen. Aha. Ki a boxba. Csak hát jöttek volna a többiek. De nem gázos amúgy. Hát felautóztuk volna még azt szerintem. Kicsit nagyobbat kell fékezni, ezt ennyi. Meg fékerőn rontott. Hát nem, csak hogy jobban bevegyem. Jaj, vonat előttem. Majd jövök mindjárt, csak ezt elintézem. Nem úgy, ahogy szoktam. Hanem szépen, finoman megbeszéljük velük, hogy hát álljanak már félre. Az egész mezőny előttem van. Ezt nem hiszem el. De mindjárt előtted is feri, szóval ne röhögj. Jó van. Ezen át kell vajaznunk magunkat. Az faszom. Gondolod azt, hogy akár le is követhetnéd őket? Aha. Nem is kell őket megelőzni, jó? Na de akkor nekik büntetés lesz, ha nem engednek el. Ó, azt adom. Az még jobb. Direkt, akkor így lehet izé kicseszni velük. Feri a fair play. Jó, hát mondjuk megállnak, úgy engednek el, akkor nyilván nem fog megállni. Amúgy már egy idő után szinte megállni. Rohadjon. Rosszabb esetben előtted. Az nagyon jó. Jaj, el kell engedni fék! Pálya közepén. Na itt van Ericsson Harriatója. Értem csapattársa. Gumikat egészen 20 másodpercre jött mögöttem Hamilton. Hallod? Hallod, 5 kör alatt a 15-ből koptattam 20%-ot. Nagyon jó. Hát mindjárt bemegyek lecserélni a szárnyát. 20 másodpercre van ez a fos. Mi? 20 másodpercre van mögöttem Hamilton. És ő a LOL. És ő a harmadik. Már 18. Azt lekerriznéd. Hát max bemész egy jó ezerrel ágyér majd az utolsó 8 körre. Érted? És akkor aha, ő még kopottan is lesz. Akkor meg már easy. Addig hozom még egy... Legalább tartod a távolságot. Hoppá, kivittem egy táblát. Az hány pont? Az összes. Stratégia változás? Igen. Nem akarok kimenni köcsön. De nem tudom, hogy mivel kell igen nyomni. Még mindig. Na mindegy. És a nemet? Meg mire változtatod? Vagy üvölteni kell neki, hogy yes, mert ott van a kis mikrofonikon. Amúgy lehet, hogy... Mi akarok király lenne már, hogy stratégia változás? Yes! És nekem jön értre, amikor el kell, hogy engedjen. Hát pofám leszakad. Ez meg az övé mondom, is mindjárt. Oda rúgok egy akkora. Nehézségi szinten állítani? Jó ez. A következő évadban. A 17-ben egyen nagyobb nehézsége. Még 17-ben lehet, hogy ugyanezen a szinten nehezebbek, érted? Ez egy gyakorlásnak jó volt. De nem lehet? Mi? Hogy ugyanezen a szinten lehet, hogy nehezebbek? Egy picit? Hát igen. Mert nem biztos, hogy ugyanúgy csinálják meg, érted? Az lehet. Le kell tesztelni. Még köridőket mennek. De amúgy szerintem nem, ez már ősidők óta ugyanúgy van. Akkor jó. De hát a bajusz majd felvilágosít minket.
Gutyérrez! Egészségesen. Harjattó! Jaj, lementem a fűre. Füre. Most, hogy Harjattó mögött? Aha. Engedje, kis köcsög! Most lebombázlak. Megkezeledik hozzá, de nem lehetem. De közben. Mennyire van? Van itt 13. Az hogy a tökönbe jön így? Mondjuk nekem nincs szárnyam. Repül, Feri. Na de 5 másodpercet hozott rajtam két kör alatt. Hát Harjattó mögött lelassultam. Hát jó. Tőlem is leszakadtál. Shit. Tapsoljatok, magyarok! Persze, ilyen brazil zászló, minden ott van. Hol a magyar? Ott van, célegyen ott van. Az olasz. Mi? Ott volt piros-fehér zöld is. Kajak. Ott van a célegyenes ráfordítóba is, meg a célegyenesbe felé, nem? Van egy piros, sárga, piros, az melyik? Az a... Nem a brazil. Nem. Ja nem, az az a zöld. Nem valami szomszédos ország? Micsoda, milyen szín? Piros, sárga, piros. Piros, narancs, piros, valami olyasmi. Hát ott valami magyar. Ja, nem, az nem magyar. Ott meg brazil. Az az olasz. De a brazil az ott volt. Vagy Mexikó, mert az is zöld, fehér, piros. És közepén van valami. Ja. Ja, ennek volt valami. Akkor lehet, hogy mexikói. Hát magyarok, hol vagytok? Ott van a célegyenesbe az. Mondjuk lehet, mivel gondolták, hogy magyarok nem, nincsenek Forma 1-be. Azért minek rakják bele a játékba. Ja. Mondjuk igaz. Spanyol, piros, sárga, piros, tényleg. Na, arra gondoltam már én is. Ja, várjál akkor azt két... Ja, az tényleg nem magyar. Ja, a zöld fes. Sorba jön, csak... Anyám, már megzavarodtam. Már mondom, Magyarországon vagyunk, piros, fehér, zöld szín van benne, akkor csak magyar lehet. Ja, még csak nem is sorba jön. Jobbról kell nézni. Hát igen. Mondjuk ki vagy szurkolni a szerencsétlen magyar zászlóval, de nincs kinek. Hát a Hungaroringnek szurkol. Positivity. Hát. Hallod, én olyan szinten fogom ezzel végignyomni a versenyt az összettel. Te is. Ott ha. Mész, várj már meg, azt menjünk már együtt. A dúsra kikentem, már megint 4 kör van az autóba. Nekem 7. Akkor dús hozzá. Laci, haj a dús! Attól még nem kell jobban nyomni. Hát ugyanúgy. De az egyenesben gyorsabb vagy neki gyorsításban, nem is ér. Mintha azt láttam a kommentekben, hogy dúsra jobban kopik a gumi. Aj, hát persze, hát gyorsabban mész. Rohadjon meg. Le van szarva. De ha lefékezek, akkor ugyanolyan lassan még, mint ha nem dúsban mennék. Érted? Hello, massa! Fettel előtte, leszakad milyen a kezem, vonat, te! Srácok. Hogy lehet egész nap ezzel játszani kontrollerre? Hát nem érzem az ujjamat. Öröm lesz átmenni rajtatok. Na itt most a célegyenesben mindegyik pusztuljon odébb. Júj! Hát, massza előz, nézzük mi lesz ebből. Fettel is, Fettel megpróbálja kirakni az autót, oh my god! De massza meg elengedi, ja? Oh, massza, akkor engedjé! Szegény, hogy leszakadt tőlük. Szerencsétlen, itt vonatozik. Én lekövettem őket. Tök izgi, ahogy Fettel kicsapta meg minden. Hát, ha majd lesz egy jó kis előzés, vagy egy jó kis baleset, az még jön. Még jön. Majd dúson megyek, de hát minek? Mi Vivi népszámláláskor nem házhoz jönnek? Megszámolni az emberekben. A érted?
azért se értem, amikor a magyarok többsége azért szavazott meg, hallod, engem meg se kérdezett senki. Akkor ki a tökön volt az a X ember? Hát ahány ház van szorozva négy, el úgyis mindegyikben négyen vannak. Ez a plusz-minusz egy-kettő meg elosztódik. Ja. Átlagot néznek. Szarakodni. Google térképen megnézik, hány tető van. Fettel kimegy a boxba? Erre nem gondolt senki. Na, még jó hülye. Még Fettel sem. 15. helyről még kiment most. 30. körbe. David azt hitte azt, hogy szavaz, mindenkinek Pestre kell menni. Az nem azt hittem, én csupán csak félreértettem a helyzetet. Ja, izé szavazáskor? Választás. Ja. Én csak összekevertem az ókori... az ókori Jeruzsálemmel a dolgokat. Jeruzsálem. Ne beszéljünk. Ne tépjük fel a régi sebeket. De. Júj! Cserépszavazás! Ja, valami rémlik amúgy. Amikor valami cserépre írták a nevüket és azt dobták be valami dobozba, vagy... Nem akar fogyni a benzin. Pedig én úgy küldöm neki. Az jó lenne való életbe! Ja. 6 kör plusz, mi és túlson megyek már egy 5 kör óta. Amúgy nem ízi a verseny, á? Lehet neked is bekapcsoltam úgy a izé, kipörgésgátlom, úgy ilyen. Persze, azért táncolom úgy alattam, kimentem keresztbe a kanyarokba. Kapizsgálom? Akkor jó. Valami megmaradt. Na. De ha ezt húztam volna tételként, biztos meg se tudok szólalni. Csak a cseréppel szavazt. Hát mindenki levett a háztetőről egy cserepet, úgyis sok van rajta. Hallod? Ketten vannak előttem, egyik belsőjében, másik külsőn. A kúp cserép, a izé, a Béla. Sima cserépa. Józsi. Jaj. Persze, mindenkit Bélának meg Józsinak hívtak. Ki ez a gyökér itt? Ez csak az illusztráció kedvéért volt, Feri. Ja. Rönts már rá. Olyan jobban megizzadok most, mint ha ott ülnék az autóba. Gondolod? Legalább van menetszél. Aha. Csak egy nagy kabátba ülsz épp benne. Ló Perez. Te répcsecső. Az íveim olyan jók, mint egy vak rajzán. Nagyon élem a pályát. Agyam már kezd kikapcsolni. Úgy vettek rá mindenkit, hogy szavazol, hogy hozzákúrtak egy cserepet. Az egy jó módszer. Hogy lecserepezték a tetőjét. Boxdíszlep, ne legyél már idiótó! Ez hülye! Júj! Majdnem neked mentem, drága barátom. Hú, a 60%-on van a gumi! Haló! Feri, vegyél vissza! Feri, 40 nem vagyok, még így is képes vagy megenni a gumikat. Dávidnak a versenyének vége, 3-2-1. Még egy DRS rányíthattam volna. Mi csinálsz? Komolyan! Érted? Csár... Ilyen emberekkel versenyezzen az ember. Csár, na megint? Nem elég neki az egyé? Hát komolyan, úgy... Ma másodikat kezd, érted lassan? De komolyba. Kösz szépen, Csárdok. Kösz szépen, Ricsi. Hogy egy 13. hónapja oda kis kell nézni. Elolvasom, csak érted. 13. hónapban vagy. Már lassan megszületik hónap, a második gyerek. Amikor tudok esténként, megjelenek egy kis csírrel, további jó gémet, puszi pacsú mindenkinek. Ó, köszi szépen, Charles. Igen, igen, az utóbbi időben szeretsz megjelenni este, elaludni a szexi hangomra. Ennek én nagyon örülök. Nem létezik éveket, faszik. Feri letölt a szárnyam. Mindjárt vége, nyugodjál le. Te mész itt előttem? Kicsit megkoccoltam a bré... Köztünk van egy szar életű. Feri, te mit keresel itt mögöttem? Hát szerinted még kopik a gumi. Még kopik a gumi.
Hát hallod, már ezért körömmel kapaszkodok, úgy jövök föl. Én olyan lightiba megyek, hallod, szárnyam nincsen, de... De mégis repülsz. Tök lazod, de most már ne erőzzél már meg, most már maradjunk már, hogyha... Ne legyél már nélik. Ha ki fogjuk adni a kerék... Hallod? Vegyél vissza, Feri. Én valakinek az arcán elnyomok egy cigicsikket. Be, nem is vissza, ahogy hívják rá. Kövesd le Pereszt. Átlagosra raktam most már. Maximum mánom. Kibanolják. Kajak. De hagyd legyek már első, Dávid, ne legyél már nidig. Feri, defektel első. Hát akkor majd megelőzöl. Direkt le... Ad tököm! Direkt lefékeztem, hogy előttem maradjon. Ez így nem vicci volt. Nagyon. Feri, mit játszotok? Lefékezett, hogy elmenjek. Én meg lefékeztem, hogy nem megyek el. És nekem jött. Köcsög. Na, az jó, jó életed, vagyunk, de... jó. Két kör alatt még tudunk totál kárra törni autót, ezt mindenki tudja. Hát, tudunk. Ajjaj, kopik az a szar. Amúgy nekem is nagyon ötve. Már nem ismered nézni a kopottságért. Már nem. Le van szarva, most már úgyse lesz jobb. Muti, már ne, akarok nevetni. Uuuuh, 65%. Jújjúj. Jó, visszaveszek a pofámból. Utolsó kör, Feri. Bajusz, mit szólsz a 66%-hoz? Mennyire van mögöttünk Hamiltonját? Tudja, a front. Hát visszateszem alapjáratra, körbegurulok. 13. Ó, Feri, nyomjad azt a szar. Ez még a végén itt az utolsó körben megelőz minket, ki ne csúsz. Ez gyerekek, az utolsó körbe vagyunk. Az utolsó körbe, és KD 1-2 először a történelembe, hogy sanszos. Először. Értitek? 11 része vagy 10 része ezelőtt úgy indultunk neki ennek a sorozatnak, hogy csapatbajnok akarunk lenni. Azóta annak örülünk, ha Feri végig viszi a versenyt. Úgy igen. Változtak a dolgok. De most. Újra. Feléletet a remény. És a KD megcsinálhatja. Először. És talán jaj. Mert utána jön vissza Feri pedálja. Köszönjük szépen a feliratkozás, mindjárt kitérünk rá. Tört, kösz szépen az egy évet! Yes, Jesus! Mi? Arany KD logó incoming! Hát, de Dörtnek már megvolt. Hát... Egyen meg. Akkor most Dört osztottam. Volt a másik, nem? Vagy Csárd meg... Kifli. Ja, kifli volt. Ja, akkor velkám. Köszönöm szépen a feliratkozás, Dört. Az aranyok között pont olyan arany színű az a KD logo előtted most már, mint amilyen arany a kettő serleg, amit a KD csapat kap ezért a versenyért, mert megcsinálták. Ott a kockás zászló. Dávid, na várjál, még lehet, hogy defektet kapok. Ott a cél. És Feri érkezik az utolsó kanyarba. És... Ott van. Végre! Hú, ez azt az! Rohadt, hogy elmentem mindenki mellett! Ez az! Ennyi kellett! Hú. 10 részen keresztül szenvedni! Gyerekek! Érted? Hogy meglegyen a KD 1-2, ami a legeleje óta végig kellett volna, hogy menjen! Csak szarom... És megtartom ezt a kontrollert! Csak szarom, kormányod! Hát ja! Controller power! Így menne neki egy normális kormányon is valószínűleg! Hát ja! Nice. Kész szépen csártél! Rendkívüli pálya elhagyás. Így én beúszom 25 pontot, Cody pedig 18 pontot, és így a verseny a... Hoppá, Feri a Red Bull Racing Science-ra kapott! Hoppá, följöttünk! Ja, várja, az én vagyok, baszki. Várja, át kell lépni. ne lépj át! Én is jöttem fölfele! Minusz 180-ba a KD team. De hallod? A dobogó megvan. Föntebb jöttem! Feri 20... föntebb jött, nézd! 13-dik vagyok! Várja, Feri 13-dik, az már majdnem egy kézfogás. Nézd, mindenkit lefele! Nagyon durva vagy! Már csak minusz 163 pontba vagy! Az meg lesz, hogyha... Nem tudom, de viszont én minusz 46-ba egyszerre... vagyok, Kodi. Kettőnknek ös. Mi? Minusz 46-ba. Én nekem még meg lehet a világbajnoki cím, szóval meg kell tartanunk azt, hogy én megyek első helyre. Na, az... Ja.
addig, amíg át nem veszem a vezetést, utána pedig le van szarva. Zsír, hát a konstruktőrök versenyén, ami a lényeg, valószínűleg itt már nem lesz semmi. Hát ott nem. Illetve, hogyha itt is 25-öt kapunk, akkor 50 per verseny, vagy mi... Hát én most 18-at kaptam. Közben a merga is megy, meg ilyenek. Ájjajjáj. Egy jó tanács. Hú, Nick, erről van videónk, szerintem abban a legjobb jó tanács. Hú, ez jó volt. Ez jó volt. Magyarország. Ahhoz képest amúgy pályája, amit tök jó volt kontrollára. Ismerjük szerintem. Ez most beadtam. Megyünk ki Flikéhez. És hát igen, a controller power azért az... az beadja. Ja. Hát... reméljük legközelebbre legalább az a kormánya viszont érni, ez jó lenne, de a legjobb az tényleg egy normális kormány lenne. Hát jó. Tehát, Csárd, sziasztok ismét, tehát egy hónap... ja igen, ezt már felolvastad. Oké, okay. Akkor jó. Köszi neked is, és tényleg neked is köszi Dört, meg főleg, hogy még Dört azóta is tartod a Tier 2-es riszabokat, tehát nem is 5-tel, hanem 10-ed életkozó fel ránk, illetve riszabolsz. Köszönjük szépen tényleg Dört. Rengetegen vagytok feliratkozók, nagyon szépen köszönjük. Egyre jobban és jobban a csatorna, a Twitch csatornánk szárnyal és fenntartja magát nagyon erőteljesen, amit nektek köszönhetünk, szóval tényleg köszönjük, és tényleg egy olyan dolog, amit eddig soha nem játszottunk volna, mint például a Forma 1, mert YouTube-on 83-1. Ha jól emlékszem, már lehet azóta pont most droppoltunk. 84. Hát ők HKM-on is feliratkoztak. Hát ez Rissan volt, Feri. Tehát, hogy... Az hogy szárnyalunk. Igen. Meg most már van friss kenyér. Igen, hogy olyan dolgokat tudunk itt megvalósítani tényleg, amit YouTube-on nem tudtunk, mert volt azt hiszem Forma 1-re próbálkozásunk, de a kutyát nem érdekelte, meg ilyenek itt, meg igazából itt vagytok tök sokan, most is 250-en voltunk nagyjából, ez tök jó, és szeretitek, élveztek, azok vannak itt, akik szeretik, van, aki ezt szereti, valaki azt szereti, valaki ezt várja, valaki azt várja, és itt végre nem kell szégyenkeznünk, hogyha nem 4000-en néznek minket, hanem ennyien vagy annyian. Na, 150-en szavaztak az imótokra. 150-en, szerintem túl sok volt a Skippy feje. Skippy feje, éjfélig leszünk. No signal. Kopizol, mérnök vagyok. Fuck. Ó, mérnök vagyok, ez egy... Cicás szemüveg. Az mi? Szék life, késés, hi, állatok. Kifli emote, brownie. A mérnök vagyok az egészen bejövős. Arra van elképzelésem. A... éjfélig leszünk is. Te egy taglife-os szemüvegbe és odaírni alá, hogy mérnök vagyok. Vagy valami. Majd valami csomart húzult közben. Majd kitaláljuk. Illetve... ja, na mindegy. Ezt majd, szerintem majd még Discordon lesz ebből egy... Sokat ért a szavazás. Még egy szavazás, és akkor még jobban szűkítjük majd a dolgokat, meg majd gondolkozunk. Nem tudom, az a baj, annyi mindent lehetne. Hát lehetne sok mindent, csak hát... ahhoz kell feliratkozás, aztán... hogy mind, hogy legyeljünk. Az így van. Szóval ja. Még egy nem lesz. Lesz majd. Még sok. Még már nem lesz. Na, köszi, itt vagyok. Ja. Holnap én 6 órával érkezek, nagyjából 6 órával, szóval abban lesz valószínűleg akkor egy lecsó live. Lecsó. Lecsó, a kisegír. Ja. Játék live. Most egy lecsót. Feri is lecsó live-ozni fog, én majd csak egy máshogy. Zabálom. Otthon. Tényleg, nem, az social eating-et már nyomnék, hallod? De ahhoz kéne ASMR-es mikrofon, meg minden. Azon kívül pedig szerintem majd talán Jurassic-kal. Meglátjuk. Okay. Ezeket fel kell adni egy ASMR live-ot. Holnap találkozunk. Enni akarok! Hát, ahogy te néha eszel, nem tudom. Köszönjük!